uraim! Balázsék! A Rádió Egyen indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után vagyunk, 10 perccel. Ezt a kitörő lelkesedés is lezületek. Jó reggelt szólok, Jak! Sziasztok! Fizetek, pincérum. Ez a buli meghalt, mindenki hozzátok megy a kocsimat, beülök haza, vezetek. Na, nagyon szépen köszönjük szevasztok, hogy a szólok, Jak közül. Így van. Igen. Nagyon szépen köszönjük, drága, hogy mindenki most bennünk kitelepülésünk. Itt vagyunk a Hild János téren, komolyra fordítva a szót, és nagyon örülünk neki, hogy újra itt lehetünk szólokon. Ennyi idő után, mert ugye egy jó ideig azért nem lehetett minket hallani, csak applikáción keresztül. Most pedig már azért ott vagyunk hivatalosan, és az éterben egy saját frekvencián, aminek nagyon-nagyon örülünk. Szólókat szeretjük. Nekem, amikor jöttem most itt ezen a kis gyaloghídon, egyébként nagyon szép. Így van, aztán elütöttek a biciklik, nem, hanem arra gondoltam, hogy mi nekünk annak idén volt itt Balázsról egy nagyon jó kis forgatásunk az MH88-as könnyűvegyes zászlóainál, és nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, elképesztő jó arcok voltak, és aztán később meg is látogattak minket Budapesten, az akkori rádió stúdiójában. Az a nagy sikerű Wundersönben? Az a nagyon nagy siker, és méltatlanul mellőzött, és csúnyán elhanyagolt. Igen, aminek aminek a nézettség akkor azért megirigyelhette volna bármelyik tévéket és műsor, azért ezt tegyük hozzá, mert hogy ebben a formában igaz volt. Nem úgy sikerült, ahogy annak sikerült. Igen, de én arra igyekszem emlékezni, ami ebből jó volt. Már pedig az MH88-nál való látogatásunk nagyon-nagyon jól sikerült. Azok kevés dolgok. Mert elképesztően jó arcok voltak. És nem mentél ki tegnap egy kicsit, mit ér, lövöldözni? Nem hívtak. Hát ja, ezek milyenek. Persze, persze. Pedig jó lett volna egyébként. Azt hiszem, hogy kipróbálhatunk például egy mesterlövész puskát is, kipróbálhatunk egy géppuskát, kipróbálhatunk. Emlékszem, tényleg? Pedig az tényleg jó csináltunk volt, az mert látszott az adáson is. Azt is sokkot kaptam az elején. Úristen, ilyen a katonaság, jaj! Megláttam az első adást, és utána a másik 9-et pszichózisban csináltam. Mert emlékszel, hogy volt egy kiképzés része is, arra amikor palákokon kellett átugrani, igen, én voltam az őrmestered, és nekem kellett menni mellette a pálya mellett, és üvöltözni vele, ahogy azt egy őrmesternek egyébként tennie kell a közlegénnyel. Mászakát, a regrútával. Mászakát valami falon. Hát persze, azt gondoltad, mennyi kedven volt rámászni a falon. Igen. Tehát, hogy így, hát hogy azok után meg aztán pláne, hogy ugye a profik megmutatták, hogy ezt egyébként hogy csinálja, tudod így. Egy másodperc alatt gondolom. Így, és már odaadt volt a másikat, és mutasd meg légy szíves, mert szemmel viszonylag nehéz volt követni a mozdulatait, tehát légy szíves, mutasd meg egyszer. Jó, meg még egyszer? Nem, akkor hagyjuk. Könnyű neki ezt igen, csinálja. Könnyű vegyes. Ez ennyi. Könnyű vegyes. Könnyű vegyes. Van, könnyű vegyes. Ezért a könnyű vegyes, azt mi vidéken nyomtuk sokáig. Igen, azért persze mondom, hogy én gondoltam, hogy fel fog csillanni a szemed, mert a könnyű vegyes az, azért az állatok is mehetett annak idején. De mondom, nagyon-nagyon jól éreztük magunkat. Úgyhogy én tegnap voltam egy kis rokonlátogatás, mert miután megérkeztünk a négy csillagos szállodába, ahol két csillagos barátsággal fogadtak minket. És hát az a néni, igen. Volt küzdés a meleg vízzel, hallom. És, igen, jó, fura volt, fura volt. Szeretném mondani a szomszédomnak, ha már hallgatja a rádiót, aki mellettem lakott, hogy menjen el valami orvoshoz. Egész éjszaka, negyed óránként azt hallottad, hogy... Elmondom, hogy általában egymás mellé raknak minket, és én ma Pestről jöttem. Tehát, nem, csak mondom, hogy általában a mi szobánk három egymás mellett van, vagy három egymás mellett vagyunk. Nem, én most arrébb voltam, mert amikor megérkeztem, az enyém még nem volt kész, és akkor mondtam a hölgynek, hogy engem nem érdekel, adjon akármi a szobát, akarok pihenni egy kicsit, mert aztán megyek, még van dolgom, és ott lakott mellettem valaki, aki negyed óránként járt vizelni éjszaka, úgyhogy szerintem nézesse meg. Nem magát. A Judit volt, mert a Judit nem, aludt az én mellettem szobámba. Lakott, mondani akartam, hogy én is arra gyanakodtam, hogy van valami nagyon sős dilatáció a falakban, ami miatt mozog, de aztán kiderült, hogy csak Judit jár két percenként nagy vécére, tehát valamit összehetett. Én a szobámat kiadtam a Juditnak, csak mondom. Igen, tehát, igen. És mi általában egymás mellett vagyunk. Nem akarom kibeszélni Juditot, mert mégiscsak tényleg olyan aranyos, meg kedves, hogy vitte egész héten át, de hát tehát azt, hogy fogy. De ennek most vége. Tehát az alaegerszegi szállodában, amikor én megérkeztem, és igen, mondtam, hogy valami nagyon köhögő, krákogó tüdőbeteg volt, mert azt kiderült, az a Feri volt. Én voltam? Persze, azt te voltál. Képzeld, hogy becsekoltam, és addigra ott aludtál. Hallottam, és azt hallottam, hogy mondom, hát figyelj, ez a csávó mindjárt meghal. Hát ez itt köhög. Úgy voltunk egymással. 2017, 2018, 2019, 2017-es. Balázs a 19-es, hát 10-es napon te voltál a középen. De biztos volt, én nem tudom. Én nem tudtam, hogy te vagy most. De oldalról már észre sem veszed. Úrról. Nem, valahogy észre sem veszed, papa. Figyelj, mondom, Jani, többek között. Semmi baj. Csávó, mondom, mellettem, hát mondom, ez mindjárt meghal. Mindjárt kiszakad a tüdej. Nem lehetett más mellett, csak a Feri. Tehát most, amit te hallottál, az a Judit volt.
De én most nem ott aludtam. Igen, nem most, áttettek máshova. Nem most, igen. Most áttettek, most igen. Most igen. De nagyon jó volt, így jött, és ezt így mesélnék el. Hallod, nem hiszed el, hát basszus, lefeküdtem, érted? Olyan, hát azt mondja, valami sarokszobát kaptam, érted? Ott a kintről jött be a volánbusznak, hogy mellettem meg valami tüdőbeteg csávónak akart éppen szétvérezni a tüdeje, a köhögést, és mondom neki, hát az a tüdőbeteg csávó, az a Feri volt. A Feri lehetett, mert úgy voltunk, hogy 2018-2019, így voltunk az elején. Igen, 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 jó, igen. Mondjuk én 5 percet töltöttem a szobában, nem többet. Feri, monitoroztok, nem az alvásod. Hogy mi történik? Meg kell nézni az ébrenléti szakasz, meg a mély alvó szakasz. Lehet, hogy a mély alvó szakaszod. Hát ott tisztul az ember szervezete. Persze, alvás közben nem dohányzol, érted? A Beninek is mindig éjjel 1 és 2 között van egy ilyen aktívabb köhögése, nyilván valahogy ott kerül olyan... Akkor meg megszoktad, csak az otthon melegét akartam megteremteni. Igen, úgy láttad, hogy hiányoznak a gyerekeim, és gondoltad, hogy akkor kicsit krám köhögsz ott. Szokott a Beni köhögni. A Balázsok a szóba egyébként, csak mondom, úgy nézett ki, amikor eltávozott onnan. Ja, mondtad, igen, most sajnálta, hogy elment, hogy viszont rövid ott tartózkodás után elment. A szobája úgy nézett ki, mint hogyha a törökök kivonultak az országból, és vittek magukat. Bementem a szobába, mert láttam, hogy még az ajtót se csukta be. Nem, nem mondom, hogy csekkolom. Én úgy mentem át egy másik szállodába, hogy a kártyát benne hagytam. Halló, van itt valaki? Mert le volt húzva a rendőr. Nem voltam annyira jó hangulatban, megérkeztem délre, mondom, én most, nem, itt nekem most itt 8 órát teljesen egyedül, nem, tehát ez nem bírok. Olyan volt. Komolyan mondom. Úgy távoztam, mint az idő. Mint egy bünténynek a helyszíne. Úgy nézett ki az egész ágy, rettenetesen összegyűlve. A kulcs lecseszve az asztalra, érted, az ajtó nyitva hagyva, redőny lehúzva, tudod, beóvatoskodtam. Na mindegy. Jó. Nem szerettem meg. Nem. Hát a tegnapi élményeim közül még egy gyerekek, hát nem tudom mikor. Rácakadt az Wayne Rózsa? Nem, én ezt megúsztam ezt a részét a dolognak. Megkérdeztem a nagyon kedves sportársát, hogy igen. Recepciós. Hát nem ugyanabban az iskolában végzető valószínűleg. Így van, mondom, hol lehet úszni. Egyet mondta, hogy itt lent, mondom, ekkora medence, 8 méter, mondom, annál egy kicsit jobb vagyok. Átmentem, hát nem tudom, ti szolnokiak, mikor voltatok utoljára itt a szolnoki strandon. Figyelj, olyan kulcsos szekrények vannak, hogy ott van Lacika, és ő zár. És az öklével dörzsű, le a számot, és persze, hát nagy szeskás vagyok. Figyelj, bele kell írni belülre, van egy tábla, igen, hogy jelszót írjál bele. Vagy jelszót, vagy ad egy bilétet, és nincs a bilétet biléta, számának egyezni nincs kell azzal, amit ő a tenyerével, vagy az a zsírkétával felisen a tenyerével letörni. Nem tudtam, bementem, ott állok hülyén, mondom, ad valaki a kulcsot a szekrényhez, ott ült két ilyen munkásnadrágos ember, és akkor jön egy csáva, Laci, hogy nyissad már ki a szekrényt. Ja, mondom, így működik. Na, persze. Mondom, jó van, és akkor mondom, Lacika, hova tehetem, mert Lacikán hívtak, hova tehetem, mondta, mondom, ne haragudj már, tessa, mondd már még egyszer. Lacika ugyanezt elmondta, leveszed, beteszed, Lacika rokon szerezte a munkát. Nem értettem, és mondta ott egy hapsi, mondta, hogy akkor semmi baj, tedd be bárhova, becsukod, akkor így ő zár, Lacika bezárja, Lacika bezárja. Nem volt a Szecskába Pesten? Nem járt a Széchenybe? Ugyanez a rendszer, bemész, bárhova bepakolsz, és szólsz, hogy kabinos, jön a kabinos, és megnézi, vagy fölír egy belső számot, vagy a bilétet számát fölírja. És akkor, amikor nyitja, akkor egyeznie akkor kell az ő által a fölír számnak, és az a bilétárnak. És úgy tördi le, hogy ökölbe szorítja a kezét, és úgy tördi le a krétát, amit felírt a táblára. Itt a jelszót kellett, de nem volt krétánk, és akkor aztán kiderítettem, hogy úgy fogok majd bejutni a szekrényembe, hogy megjegyzem a számot, és Lacika és majd jelszó. Jelszó, most a kolbász. Lacika ellenőrzi, hogy mi van bent, tehát az be kell mondja, ja, hogy mi van bent, és akkor Lacika beenged a szekrényedbe, hát fie, óriási volt. Egy dolgot nem vettél még észre, hogy a strand két éve bezárt. De ott mellette van egy. Ami mellettünk, de nem jobb készfelől mentél, mert akkor esővízbe úsztál, csak mondom. Nem, ami mellettünk van, igen, ugye az a városi strand, az még nincs nyitva, és utána van ha vagy tovább mész, akkor jó, van az élményfürdő. Jó, mert jobb készfelől van egy olyan hely, ami úgy nézett ki, mint a mi május egy strandunk annak idején. Na pontosan az, igen. És az után van. Ja, az után van, jó. Mert abban ott a medencében ott tényleg csak esővíz van, de nem, van egy rendes nagy 50-es medence. És úsztál? Az jó volt. Hát készülni kell, jövő héten kócsolnod kell. Hát, ahogy mi kocsolunk, úgy nem kocsol, szülnöd kell. Ja, készülnöd kell. Ja, jó van. Szülnöm kell. Jó, jövő héten felkocsolunk. Így van. Jók vagyunk kocsolásban. Jó volt. Viszont nagyon picit bántom, hogy nem kerékpárra jöttem át, mert kerékpárutakból van bőven, és hogy a kis gyaloghídon is tök jól át lehet jönni, és gyakorlatilag nyíl egyenesen ide lehetett volna jönni, és azért az kis zöld szigetet, pont összefutottam egy futóval korán reggel, ment a gátra futni, ott azért irigylem a szolnokiak, na az egy jó kis terep ott. De nem mertél biciklit kérni, vagy mi? Ki tudja, mit adnak? Na, hagyjuk. Jó, felejtsük el.
Mondját a múltra. Ez a mert aztán a váltásportás, csak mondom egyébként, a maximális. Jó fej volt. Nagyon jó fej volt, ma is háromszor köszönt, mert a kollega egyszer sem. Hát, mindenki helyen. Tudta, hogy a Marika nem olyan köszönős, ezért az Oli bepotolja Marikát. Igen, hát ne viccelj, hát itt le van ez osztva, te köszönsz, én igen, Zoli, nevezzük Zolinak, nem tudjuk, hogy hívjuk, maximálisan a helyén van. Nem kell visszamenni még a hotelbe? De gondolom, hogy ki lesz a csomagom a szobád. Úgyis, hogy ki lesz már a csomagom a forgóajtó előtt. Még ott hagytad a csomagodat, miben van? Persze, persze. Ez a roller sztori nem tartott sokáig nálam. Nem. Szombathelynek megmutattam a kis elektromos rolleremet, jó, mondjuk utána nem volt olyan idő. De hogy ez így most nem. Mert tartok, ha valaki esetleg nem tudná, kedves szolnokiak közül, Balázs elhatározta, hogy a kitelepülés minden állomásán ugye rollerrel fog közlekedni, és ebből lett is egy állomás. Igen, hát eleve kettőn nem aludtam ott, ugye? Tehát hogy eleve nem, most innen a parkolóban átrollerezni az nagyon arcoskodó lett, kinyitom és berollerezek. De legalább szombathelyen megtett. Mert a roller itt van azóta, és a csomagtartom a feltöltve, tehát hát jó, az ott is fél lesz. Féláron nem kell valaki. Elektromos roller. Jó, de jövünk még egyébként, mert ha mondjuk 5 év múlva visszajövünk ide egy kitelepülésre adott, és ott lesz még a csomagtartó az a roller. Tehát hogy bárki kéz alatt egyébként jó áron megvásárolhatja. Balázs nem kapkodja el ezeket a kipakolásokat. El van az ott, hát sose tudhatod, hogy mikor kell az a roller. Hát felütöm, aztán... Egy városi kis túrára csak elővesz, érted a rádióból. Hát minden ott van még. Még az érettségi bizonyítvány kis tarisznya pogácsával, meg az osztálydíjsorra, még az is benn van a csomagtartóban. Egy kis túlzásra tényleg ez a helyzet. Tehát van ám ott minden. Jó van, gyerekek, Ábel megjött itt? Hol van az Ábel? Nincs itt, Dekár. Na, menjünk Gabi tovább. Gabi itt van, azt látom. Gáborunk megérkezett. Ábel itt vagy, ha nem, hát nem. Jó, oké, akkor nézzük a közlekedéséreket. Valaki írja tök jó, hogy kérdezzük már meg, hogy majd ha megjön Ábel, hogy ez neki mennyibe fáj egy hét alatt? Hát ja, szerintem azért ő. Igen, hogy mit költ ránk? Igen. Tehát, hogy ez neki tényleg egy hét alatt, hogy adja már össze, hogy a vonattal, a szállással, a busszal, a mit tudom én, mivel ez neki egy hét alatt mennyiből jön ki, hogy ő végig jön minden állomáson velünk. Hát úgy, a szállások hogy... 4-5 ezer. Igen, igen. Igen, plusz a vonat, plusz a kaja, mondjam már egy összeget, hogy ez mennyi. Úgy, hogy ő egyébként nem is vágja annyira a témát, mint amennyire a Gábor, mert abban biztos vagyok egyébként, hogy a Gábor egy forintot nem hagy a MÁV-nak a zsebében feleslegesen. Pereli a mindent, Mávtól, mindent kiszámol, és ha lehet, perel is. Hello, Gábor, milyen volt a Békés Csaba Szolnok viszonylat? Azt hiszem, így mondjátok. Volt késő? Nagyon meg voltam elégedve, percre pontosan, tegnap is. Szerintem most már odafigyelnek. Valaki nem hallotta volna, hogy a Gábor két napja elmondta adásunkban, hogy ő feljelenti a MÁV-ot, levelet ír, ha nyílt pályán megállnak, és a kalauz nem tudja, hogy éppen hol állnak. Igen, azonnal ír a MÁV-nak. Ha nem tudja GPS koordinátákat rögtön közölni vele a kalauz. Forintra pontosan tudja, hogy hány perc késésnél mennyit kell a MÁV-nak visszaszolgáltatni, és hát ezekkel is él is természetesen. Tehát Gábor a MÁV, nem is tudom, feljelentő téma. Igen, ő a MÁV lelkiismerete, a nép lelkiismerete. A nép lelkiismerete, aki sakban tartja a MÁV-ot. Igen, viszont volt, ez azért nem tudom, hogy észrevettétek, körülbelül 2 napja kezd megenyhülni a MÁV és Gábor viszonya. Én azért megmótoznám és megkeresném azt a 40-50%-os kedvezménykártyát, amit oda csúsztatott neki. Mondjon már jókat, kedves Gábor. Már hogy jókat? Már hogy jókat mond? Igen, elkezdett 2 napja, igen. 2 napja nem volt késés. Nem szitte őket. És azért gyerekek, egy Békés Csaba Szeged, hát azért mennyi, Gábor, az 1,5 óra, mennyi adat volt? 2 óra 10 perc. 2 óra 10 perc. Annyit még hozzátennék, hogy nálam ez a fajta rokonszenv, ez onnan ered, hogy körülbelül 4 évvel ezelőtt megbüntetek jogtalanul 13 000 forintra. És ott... Miért, nem volt jegyed, vagy mi? Hosszú lenne a történet, de van is róla feljegyzésem, illetve e-mailem, hogy... Ezt gondoltam! Hogy elismerte a MÁV, hogy jogtalan volt a büntetés, ennek ellenére én befizettem előtte. És én ott elhatároztam, hogy ezt annyiban nem hagyom. Átnéztem az üzletszabályzatot, amit lehetett, azt kiragadtam belőle. És elmondom nektek, hogy a 4 év alatt több mint 70 ezeret húztam vissza. Ez az agyon! Hát ezt így kell csinálni. 13, na akkor 40 perc késés, 20 perc késés, már írom is a levelet. Nyílt pályán megállunk, nem tudja a vasutas, hogy hol vagyunk, már írom is a levelet. Jó az, hát úgyhogy, Ábel pedig nem sokára érkezik, elaludt reggel. Aha. Hát ez nem jellemző rá. Hét van itt, mi a törzs rajongunk, miket benne van egy pár ezer kilométer, így egy hét alatt a lábába azért. 7 óra után várható. Figyelj, Gábor, és ez mit jelentett egyébként, hogy a MÁV megkövetett téged, hogy elnézést kértél, hogy vasutas napon eljátszották a kedvenc nótádat? Nem, hát néhány e-mail váltás után. Nem válaszoltak a következőre. Igen. De válaszoltak, csak volt ott több dolog, ami nem simmelt részükről. Nekem adtak igazat, és... Na, csak így de tovább keményen. Fia, heti költésedet fölírtad? Mennyinél tartasz most? Hát ezt inkább hagyjuk.
Tényleg érdekel, de ezt a számolod, ezt kíváncsi, mert többen kérdezik tőlem, most SMS-ben is kérdezik. Hát most nagyságrendileg 45 és 50 között. Hát az egész szép elhozta azért, az a szállodával, kajával, ötödik nap, vonatjegyekkel, azért az... Tehát annyira nem vészes, de na, tehát hogy na, de hát azért 40-50 ezeret elköltem egy hét alatt, azért nem mondjam, kevés. Tehát én eldöntöttem, hogy jövök, tehát nem a pénz részét nézem ezen a héten. Nagyon rendes vagy. Nagyon rendes. Azért rajongót nem érdekli a lóvé. Jó, van bármire vendégünk, vagy a Mizó Café Selection szekciójából onnan. Még ha egy fél mondat. Micsoda nagyvonalú gesztus. Ugye, oda elmehetsz, megsimogathatod az Opel Grandland X-et, és ha akarsz, még egy kulacs távoltartó nyakörvet is kaphatsz a báját. A vasúton lehet, hogy jól jön. Na, csak oda pirítottál, jó. Egy fél mondatot a szabad, megígértem testvéremnek, Briginek, aki kint van Amerikában másfél éve, hogy üzenek neki. 5 évente? Egyszer, elvétve. Szóval nagyon szeretlek, és várunk haza, miért tudtok jönni. Hozzá ajándékot. Mindenféleképpen. Lehetőleg a Hollywood feliratból a H betűt. Amerikában van akkor ezek szerint? Igen. Amerikában. Igen, ott dolgoznak kint a párjával. Hát a kis esze van, nem jó abban. Igen, vagy rossz vonatra szállt ő. Gyűjtögetnek, és majd hazajönnek. Aha. De most le tudnám erről beszélni azért, hogy Hollywoodból ne jöjjön haza. Most festői ez a hely, meg tényleg jó minden, de azért na, szóval hogy azért van. Mit csinálnak kint? Szállodában dolgoznak, és ők is, illetve ismerősi körben is, tehát többen vannak kint egy ilyen 60-70-en abban a szállodában. És Los Angeles, Cipzi szálloda? Nem, ebben nem mennék bele, mert a többi az mert megtaláljuk őket az idegenrendészet, tudod? És két napon hazatoloncolják őket. Akik ott vannak kint, ők is rendszeresen hallgatnak titeket. Nagyon jó, hát köszönjük szépen, nagyon drágák. Ne gyertek haza, bújjatok el. Ne hagyjátok magatokat kitoloncolni, ha lejár a munkavállalás. Azt, hogy bilincseld oda magad a szállodába, egy radiátor. Valahogy próbáljátok a vízumot meghosszabbítani. Na jó van, gyerekek, hát Ábel is érkezik, akkor kell az nekünk, hogy itt legyen, hogy helyreálljon az erő. Tehát az, ha Ábel itt van, akkor nyugszunk meg igazán, nem? Így van. Azt mondja, hogy... Jó hajat, Balázs, kivágta Ábel, kérdezi valaki, igen. Nagykörösen is lehet hallani benneteket a 94-en. Áthaladszik Szolnokról. Na, az tök jó. Hajrá, olaj. Írja egy olajszőkítő, uh-huh. Nyilván. Hajrá, ja, Balázsék. Én most nem utazok olajba, de hajrá. Szolnoki olaj. Szolnoki olaj, igen. Ja, persze, Szolnoki olaj. Így van. Szolnoki olaj, igen. Na, mondjad. Ja, csak a játékokról akartam beszélni, még néhány szót, hogy természetesen ma is ki fogunk osztani, mint egy 400 ezer forintot készpénzben, illetve hát lehet majd menni például a Bayernnek a főnyereményért, hogyha valaki esetleg a kutyás játékunkban a legjobb eredményt éri el ma, az eljuthat a Bakonyba egy kiváló kis szállodába egy egész hétvégére. De a nagy kérdés, hogy Mr. Forresto úr visszatérte. Mr. Forresto úr itt van már, elég nekünk egy... Nem jön. Ne! Ja, majd jön, később érkezik. Megvárjuk. Váltott lovakkal. Jó van, gyerekek, el kell mennünk hírezni, jó, reklámozni, aztán jövünk a játékkal a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 6 óra után 45 perccel, hello mindenkinek, jó reggel. Drága hallgatóink, itt vagyunk, és SMS-t kaptunk, illetve Viber felírást, vagy beírást. Srácok, ma direkt korábban kellettem, hogy megnézzem, milyen sót adtok a szülővárosomban. Tegyetek ki magatokért, ne kelljen csalódnom. Megnézem, milyen sót adtok a szülővárosomban. Gabi, hol vagy Gabi? Hello, jó reggel. Persze, most nem meri bevállalni. Gabi. Megnézem, milyen sót adtok a szülővárosomban, de aztán tegyetek ki, ne kelljen csalódnom. Ne azt gondoljam, hogy csak így nem dolgoztok meg a pénzet, aztán csak itt alibizgettek, meg kamu játékot játszhatok. Szétkenitek az egészet. Nem adjátok oda a pénzt a hallgatóknak, meg megpróbáljátok hazavinni. Tegyetek ki magatok. Én nagyon szeretem, nagyon szeretem. Ha itt van Gabi, ha nem ez lapos újra használt poénokkal próbáljátok meg itt meg. Ha lehet, hogy az ma, hogy kijött, érted, és elégedetlen volt. Meg nem, felelézett egy 20 percet, még egy kicsit nyugősít, panaszkodnak, hogy nem volt meleg. Régen ez is jobb volt. Ezek a gyerekek, régen ez is jobb volt. Időt a három tagjában. Itt vagyunk az első sorban az asszonnyal. Kell a bögrét, Balázs. Hol? Ott, az első sorban. Hello. Az asszonya, igen. Te írtad is. Az asszonya. Ja, hogy rögtön rákented. Igen. Magadról írtad. Ez mi? Aha. Szeretettek. Nem, Gáborral megpróbál kommunikálni a MÁV. Kérem, hagyják, hallod? Kérem, hagyják szabadon. Kérem, hagyják a szabadon a kettes vágányt. Szóval, hogy bejött, vagy itt jött? Itt, ti is hallottátok? Ti is hallottátok, hogy kérem, hagyják szabadon?
Hát, nem tudom. Aha. Lehet, hogy a konkurencia zavarja az adást. Ja, egyébként simán lehet. A konkurens... kitelepülésük van. Igen? A konkurens rádió szervezett egy kitelepülést. Tessék? Hát nézzünk be, hát ha nyersz valamit, menj oda egy nyereményjátékra. Csak oda tudjuk milyen? Meg a hallgatóktól, hogy hol vannak helyileg. Én, ott a sopkás. Hol vannak helyileg? Tudjuk, hogy... A hölgy, mondja. Na, mondja a hölgy, lehet... Hol vannak? Pályán, itt, szemben. Igen? De te nem tőlük jöttél, nem az ő beépített emberük vagy. Megfigyelő? Mert nekik előbb eszükbe jutott, hogy ide küldenek valaki, egy megfigyelőt, tudod. Mit csinálnak Balázsék itt a mi városunkban ezzel a rádió egyen? Mondd azt nekik, hogy itt vagyunk a buszpályában. Várjál, most az van, hogy egy kicsit itt vagy, aztán átmész oda nyereményért? Nem megyek át. Nem maradok, jó? Hétkor még nálatok játszani. Nézd csak meg, Feri, hogy van-e a hölgynél esetleg valami? Nem tudom. Nem néztem meg. Az idegen rádió logójával ellátott valamilyen már termék van. Már motozom is, nehogy aztán egy nyakbakasztó legyen nála. És mit csinálják, ugyanilyen kitelepülés, mint mi? Hát ugyanilyet nem tudnak. Valószínű. Ajajajajaj. Beletenyereltünk mi itt egy ilyen. De szerintem nincsenek annyian, mint itt. Hát te ne viccelj. Hát majd küldünk, megkérünk egy 100 embert, hogy menjenek át oda egy kicsit, aztán jöjjenek vissza, hogy érezzék. Legyenek fel ennyien. Igen. Na jól van. Oké, meglessük majd őket egyébként, meglessük majd, hogy mit csinálnak. Jó, ingázni nem ér, hogyha valakit ingázáson kapunk, kivéve a Gábort, azonnali kizárás. Ott van a kémeink, fotózzuk a közterületeket. Ha arcegyezés van, akkor azért nagyon mérgesek. Ingázók esetében számítunk inkább szekuritis barátainkra. Várjatok, ez én voltam. Aha. Ez egy disznórefüggés, ezt én csak csináltam, mert a telefonomat rátettem a gépre. Mondani akartam, halljátok ti ez Feri mobilja lesz. Ez az én csengő hangom. Így a bejövőt váltam el, hallom? A mezőtúrról. És mondom, mi ez a hang, mondom, ez nagyon pszichedelikus, de azt ezt rájöttem, hogy én indítottam el. Mi a? Lefialt? Éjjel lefialt? Ja, ezért nem voltál. Anyám hívott, fiatal malac. Azt mondtad, hogy nem tartottátok meg. Jó, de a pályaudvar nem én voltam, továbbra sem. Tehát a pályaudvarunk nincs, malacangunk van, de pályaudvar bejátszónk az nincs. Gábor az mobilja volt. Na. Nagyon jó SMS, ezt is nagyon szeretem. Itt vagyok kék kabátban középen. Integes már ide majom. Milyen kedvesek, csak elmondom, 4 órakor keltem, úgyhogy kedvesek legyetek. Tudok én. De várj, nem tudjuk, a biztonság kérdés, mind a hárman integesünk, viszont nem tudjuk, hogy melyikük a majom. De várj, ki van két kabátban? Ott van egy kék kabátos, borostás. Most már valaki vállalja el. Valaki, senki nem vállal, semmilyen SMS, csak írogattok? Ilyenek vagytok, ti szólnokiak, hogy csak harctalanul, csak itt írogatok? Jó, de melyik majomra gondoltatok? A kis mosolygós sejem akira itt jobb oldal, vagy pedig a felegyenesedett ezüst hátulat. Igen, ezüst hátulat. Nem, az ezüst hátulat Feri. Ott van. Én vagyok. Semmi vagyok. Pávián. De jót választottál. Igen. De várjál, nem magyar a száma. Aha. Meg gondoltam, felhívjuk, már és hát nézem, hogy kinek csörre meg a telefonja, az jó. Az jó, de azért megpróbáljuk. Nézzük meg, kinek szól a telefonja. Jó, addig gyorsan egy SMS, azt mondja, Isten hozott benteket a Szentgrál városában. Itt őrzik ugyanúgy a bumerángosok Szentgráját. Bocsi, Vakbelét formalinban. Tehát itt volt vakbélgyulladás a Szolnokon? Igen, ez egy ilyen urbánus legenda, vagy ez valóban így van? Hajrá, srácok, köszönjük, hogy eljöttetek, és örök hála Andy Frekiért, írja valaki. Szerencséje van, pont felkiált, olyan smile. Igen, szerencsés ember. Alsó neműs váltós Laca, aki megnézte hang nélkül. Köszi, Bali. Na, jól van. Ma reggeli öltözködés, írja valaki. Én, 2. ugye ez ő mondta. Na, tetszeni fogok így a Ferinek, csinos vagyok. Mire a Nagyi? A Ferikének én akarok tetszeni, Feri, már öreg hozzá, te a Janinak tetszél. Puszi, Fanni Diósdor. Hol van öreg, Fanni? Én. Fanni? Hol vagy Fanni? Már? Fanni, várj, gyere, Fanni, te Diósdról jöttél. Nem keveset öltöztél. Te mi? Sziasztok. De Török Bálint melletti Diósdról? Igen. Szolnokra? Igen. Hogy megnézél minket? Igen. A te játékod a fekete fehér igen nem lesz. Látom, játszanunk kell veled, az biztos. Na. Játszanunk kell. Hát a nagymamám szolnoki. Igen. És akkor így összekötöttük a látogatást, és akkor így. És nagymama ott áll mögötte. Ő a Nagyi? Csokolom, drága. Kezi szóval csokolom. Én már öreg vagyok, a Jani meg nem. Egy idősek vagyunk, 3 nappal vagyok öregem. Igen. 3 nappal kettő között. Azért, mert szarabbul nézek ki, attól még lehet ugyanaz. És van, akinek ez is bejön, jó? Hát, vagy ugye... Összeveszem a nagymamával. Feri, el vagy irigyelve, mert szerintem inkább itt arról van szó, hogy bejössz a mamának. Bizony, igen. Ezt nevedd zokon. Ugye? Hogy hívják a mamát, mert ezt nem hallottuk? Ida. Ó, Ida mama, kezi csokrol. És akkor Ida mama szól... Szégyellős, de majd te beszélsz. És te Fanni, te mamivel vonattal, vagy kocsival? Nem, én kocsival jöttem tegnap este. Ja, meglátogattad a Nagyit? Igen, de hogy miattatok jöttem, tehát hogy ezt így meg... Ja, hogy a Nagyinak mindjárt. Mikor volt itt utoljára a gyerek? 5 éve?
Két hete rendes gyerek ez a Panni. Hogy ez remegett. Igen, és akkor megbeszéltük, hogy akkor ez lesz a mai csajos program, hogy kijövünk és megyünk. És egyébként Diósdon laksz? Igen. És merre lent vagy fönt Diósligeten, fönt a hegyi részen? Liget. Fönt Ligeten? Mm-hmm. Igen? Úgyhogy nem olyan menő helyen, mint te, Balázs, de... Ez az, de szép volt! Nincs menő hely Diósligeten, Ligeten belül, hogy Diósliget, vagy Diósliget, extra Diósliget. Hát igen, lepakoltad magadnak az aknákat, aztán rá is léptél. A hegyen azért azt lehet. Ugye, hogy egy nagyon szép környék azért ott Balázsig. Á, de hát, mert arra nem szerették a lakók a sorompókat az utcákban, amiket lerakadtam, de most már egészen megszokták. Most már, hogy kártyát is kaptak hozzá. Most már kaptak hozzá kártyát egy évben belül. Igen, meg hogy kicseréltet a japán cseresztér ki az őshonos juharokat, de hát most mindegy, hát érted, valamit valamiért. Tetszett egy-két őshonos. Akkor nagyon menő volt a piros. A fenyőket kivágottam, mit csináljak, nem szeretem, allergiás vagyok a pollenére. Jobban szeretem nyír. Jól van, és tetszik, amit látsz? Örülsz, hogy itt vagy, jó? Igen. Játszanál valamit? Hát nem tudom, nem merek, én félős vagyok. Miért vagy ilyen? Ne legyél ilyen félős, egy mosolygós csaj, hát imádnál a kutyajelmezben, hogy itt négy kézláb méz. Ha már ennyit utaztál, vagy... Egyébként a kutyás bevállalnám, csak attól mondom, félek. Jól érzem. Csak attól félek, hogy a nagyi nem fog tudni jól irányítani, és akkor nem nyerünk. Hát, figyelj, nektek akkor pluszba intézünk, amire az, hogy a nagy irányít, és te kutyajelmezbe méz, az nagy, figyelj, azt meg kell, hogy legyetek. Tehát az, aki ilyen jó ízűen tud röhögni, meg kell, hogy legyetek, egyértelműen. Mit mond a nagyi? Nem, a lány mellett. Ami azt mondja, hogy ő egyedül jött és bevállalja. Na, aha. Már társad is. Na, van. Tessék. Akkor a kutyajelmező meg. Az egy 50-es azért egy jó lett. És milyen érzés, hogy csak egy kordon választ el a legendás tesztoszteron bombától? Hello, baby. Hello. Nézd meg, na, ugye. Ida, el tudnád magad képzelni kutyajelmezben? Nem? A nagyi elhatárolódik. Egyébként nagyon vicces volt, mert mondta, hogy teli van már a plakát, vagy teli vannak a plakátok ugye, a városban. Balázzsal. Igen. És akkor kérdezte, hogy és a Feri is jönni fog? És mondtam, hogy igen, a Feri is jön. Hát a Jani, hát ő a plakáton is olyan kicsi. Hát igen. Direkt úgy fotóztuk. Figyelj, Nagyi nagyon vidiolos, de bírjuk neki, meg kell még szólalni. Nagyon jó. Egyébként nem csak én vagyok a plakáton, mit hárma rajta vagyunk. Pornikor jöttem be szólnunk, ráadtam egy hatalmas Balázsék plakát. De az nem igen, csak én vagyok. Igen, de neki ez fel se tűnt. Jó, hát Nagyika már lehet, nem ment annyira közel. Nagyika, ja, csak a Feri vette észre. Nagyika téged akar. Nem, téged vett észre a plakáton. Na jó van. És Ida nem nagyon beszél egyébként? Nem? Egyébként azért igen, csak hát most meg van illetődve. Ida, mit főzöl a legjobban? Tudom, hogy te egy nagy konyhába sertepertélő vagy. Mit főzöl a legjobban? Ida? Csirkepörköltet. Jaj, de szeretem, ahogy mondod. Kaluskával. Kaluskával, ubisalival. Jó, na tessék akkor az Agility pályára gyúrni, jó? Jó, rendben van. Muszáj mindenképpen játszom. Le nem mosom magamról, hogy rokon, tudod. Ja, hát érted. Hasonló helyen lakom. Na, Balázs benyomta az ismerőség. Kidobálják itt a csalatoknak a lóvé. Igen. Oké, okay. Ki a fekete pedig nem játékosunk? Igen. Hát ki? Ott van igen. Már. Egy szőkehajú leányzó. Gyere föl a stúdióba, mert a időre ott tudunk rendesen megijeszteni. Igen, bejön a stúdióba, akkor igen. Akkor jobban megijesztjük. Addig egy Viber üzenet. Ahol engem dicsérnek. Nem. Fiúk, annyira jók vagytok, hogy reggelenként megtelik a kisbolton, mindenki imád benneteket, fizetni fogok, hogy itt reklámozlak titeket. Hát meg szedjél pénzt a rádió hallgatásért. Ez itteni kisbolt? Most telt meg? Vagy, ja, hogy oda mennek rádiót hallgatni? Igen. Ha? Na, hello, jó reggel, szia, hogy hívnak? Szia. Hello. Petra. Jó, Petra, ragad meg azt a mikrofont. Hát tudod, úgy, mintha. Jó kis méretes mikrofon az, Petra. Hm? Mi újság, honnan jöttél? A Széchenyi útra. Hát az nem. Nem jöttél sokat, akkor hát, azt gondolom itt van jól valami. A nyakadba szedted a világot Szolnokról. Hát ja. Kivel játszanál? Önként jelentkeztél erre a játékra, vagy valaki belökött? Mert nem nagyon akarsz beszélni. Tehát valaki megfenyegetett, hogy önként jelentkeztél, hát beszél. Ennél picit több kell majd. Fogadjuk, hogy rád beszéltek. Játszám a Janival, na. Tudod, nem, tényleg nem? Kizárt. Tényleg nem? Most még beszélhetsz, most még nem megy a játék. Nagyon, igen, nagyon felkészült vagy. Na jó. Látom. Mit mondtál, hogy hívnak? Gondok lesznek. Petra. Oké, indítjuk a játékot, jó? Mehetünk? Na. 3-2-1 fire! Na, hajrá! Innen jöttél a Széchenyi utcáról, jól mondom? Ja. Utca? Ja. Utca vagy út? Utca. Te Hild János tér mellett? Közvetlenül? Ja. Tudnod kell, tudod? Ja. Tőzsdekereszt-szolnoki vagy? Itt élsz? Mindig itt éltél? Itt is születtél? Szajolból. Szajoli vagy? És honnan utaztál reggel ide? Ha nem? Honnan? Jó, ez jó. Olyan jó, messziről? Tarts ki, még 40. Ilyen korán keltél? Ilyen régóta készítsz, mert találkozzál velük? Muszáj? Nem ér muszáj? Csak. Otthon is mindenki szeret minket a családból?
Nem. Csak egy. Miért hibázol? Pedig nagyon jól játszottál egyébként. Pedig egyébként nagyon jó voltál, azt kell, hogy mondjam. Azt a fejbólogatást az igen. Azt a mindenit neki. Azt a mindenit neki. Hát ami jár, az jár. Nagy sörte volt, Jani. Ez egy nagyon nagy csata volt. Nagyon köszönjük, nagyon jó voltál. Köszönjük szépen, elengedünk. Puszi, körülötös volt meg. Bászosság. Hello. Na, aztán berájon a szád ma egész nap. Ciao. Egy kis cserfes. Hihetetlen, hogy felvágták a nyelvét. Azt a mindenség. Jó gyerekek. Ő vajon ma úgy ébredt, hogy játszani akar velünk, vagy itt határozta elé, édesem? Hát meg volt egy kis illető, de te mentél, mint egy pitbull. Ne, Robika pedig azt írja, hogy Jani passzív volt. Igen, legközelebb lehetnél egy kicsit, tényleg, mehetnél egy kicsit jobban. Kicsit álmos vagyok még korábban, még nem ért le a kávé. Jó, hát ez abszolút jó. Igen, adjatok már neki mikrofont, Szalai régen. Jó, egy információ minden esetre kiderült, Szajoli volt. Ezt tudtuk meg, de hát figyelj. És hogy utca, nem út. Ja, igen. Na, biztos, hogy rá szívesen bíznék titkot. Tehát ő nem félnék, hogy elmondja. Nem? Nem az a fecsegő típus, aki csak úgy hebrencs módjára kibeszél dolgokat. Ha egyszer neki elmondasz valamit, az biztos, hogy ezt magában tartja. Oké, na jól van. Igen. Mi van? Nem semmi, még olvasgat. A fotó? Láttad ezt a fotót? Nem, mert Feri a másik oldalon dedikált egyébként, és csak mondjuk... Az nagyobb elbevert. Volt itt egy ilyen kis közjátékunk Balázsral, ugyanis egy nagyon kedves szolnoki törzs hallgatónk, aki még a régi rádiónál is hallgatott minket, hozott egy fotót, amin megmutatta, hogy azt hiszem, hogy 11 évvel ezelőtt. A kislány, valamikor 1000 évvel ezelőtt. Magát. Igen, és ott volt a kép, ott volt rajta egy nálam alacsonyabb, ugye milyen nehéz elinni? Egy nekem derékig érő kislány, egy szemüveges kislány, és akkor mondta, hogy tudod, ki ez a kislány? Mondom, ki? És ki picit elkezdtem korábban gondolkodni, hogy úristen. Én voltam. Ez pedig mindig van nálam gumi. És tudod, hogy 8 éve nem küldöd a gyerek tartást? És ott állt mellette egy gyönyörű fiatal lány, igen, egyébként, aki 3 fejjel volt magasabb nálam, jó, nem csak másféle. 2011-es kép, most 18-ban, a lány 7 éve törekedett, igen, akkor az a 13, most megint 20-21. És tudjátok, mit jutott ez eszembe? Hogy ennyi éven keresztül a csúcson. De nem tényleg, tehát egy felnőtt, hogy egy generáció felnőtt, 13 éves volt, és egy 20-21 éves kész nő lett belőle, itt állt az első sorban, igen, és én sem akartam. És hogy annyi évvel ezelőtt még az annyi érdekelt, most meg már. Most meg már egyszer a kettő. A nagyanyja. Na jó van, 2 perc van pontosan 7 óra, még mindig nem késő kijönni Szolnokra, mert itt vagyunk Szolnokon, van, ugye? Ha valaki Diósdról, meg Szajóról ide tud jönni, akkor Szolnokról a másik oldalról, a másik rádió kitelepülésről simán át tud jönni. Menjünk át mi? Egyébként igen. Egyébként szegnap beszéltük Janival, hogy Janit átkommandoztatjuk, csak egy ilyen telefonos bejelentkezésre. Itt vagyok, játszani látom, szeretnék. Egyelőre 3-an vannak, megpróbálok bejutni a stúdióba. Álcázzuk magunkat családnak. Jó, kézzel való egy kis babakocsit, én befekszem. Igen, éleszik a nő? Hát, de jó, hát én nem oké. Ha már így lecsaptál. Jó, oké, megint szívesen leszek nő. Végre felvettem a magas sarkumat a csomagtartóból. Éreztem rajtad az erőszakosságot, hogy megint te akarsz lenni a nő. Jó, szívesen, tudod, hogy nem okoz nekem nagy problémát. A kapater. Átsétálunk, mint család. Persze. Igen. És megnézzük, hogy mit csinál a másik rádió. Igen. Uh-huh. Jó? Jó. Oké, jövünk mindjárt, 1 perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk 7 óra után, 15 perccel jó reggelt kívánunk. Kobayashi Kenichiro karmesterünk már odakint vezényli a tömeget, és a tömeg a tenyeréből eszik, azt kell, hogy mondjam. De megmondom őszintén, hogy nem. Nem, tehát nem esznek, ezek nem esznek még. Nem, mindjárt még kipróbáljuk. Egy kicsit szerintítgetni kell őket, simogatni kell őket, megszeretgetni, és szerintem 2 perc már a tenyeredből lesznek. Mondj egy jó reggelt, Szolnokot. Egy Kobayashi vagy. Mondj egy jó reggelt, Szolnok. Jó reggelt, Szolnok. Nézd meg. Hát látod, hát csak beérett. A vezény szóra vártak, csak a mozdulatodra vártak, hogy egy picit add meg a jelet, beérett, hogy egy jó karmester megadja a jelet, igen.
Ja, Istenem, na itt vagyunk, Szolnokon az utolsó kitelepülésünkön, és hát az időjárásra nincs panasz. Azt látjuk egyébként, hallgatóink küldik, hogy kémkedik a konkurencia. Piros, nem mondott piros felsőben. Már megyek is, hol van? Kémkedik a konkurencia, piros felsőben elsétáltak megnézni, hogy mi történik. Igen. Gyere, de már felszívódtak. Igen, a rádió pólójában látható, ketten errefelé vették az irányt. Milyen bátrak, hogy a rádió logójával ellátott pólóban jönnek ide. Így van, és hallottuk, hogy egyébként az a sarki kávézó, ami sosincs nyitva hatkor, ma azért a tiszteletünkre kinyitott. Tehát a jó üzlet azért az jó üzlet, hogy azért tudták, hogy jövünk, és már 6 órakor kinyitottak. Hát, ha becsúrran cseppen valaki oda kávét inni. És egyébként Dani az üzlet, Ladonicki Dani, aki az aktív rádió műsorvezetője. Na jó van, de ügyes. Ott na várjál, pokozzuk csak ki ezt a szállat. Hogy van ez? Hát ő műsort vezet a másik rádióban most reggel. Daninak nagyon jó munkát kívánunk. Igen, hajrá, Dani. De közben ővé ez a kávézó. És azért reggel 6-kor ránk nyitott, hogy hát, ha azért egy kicsit profitál be. Csak de nagy sztori. Hát, 10 óra után várjuk a százalékunkat. Mi csak azt hallottuk, itt mondta nekünk valaki, egy helyi ember, hogy az a kávézó sose volt nyitva, még 6-kor életében nem jutott ki. Tehát azért ő ott ül műsort vezet, de azért 6-kor itt kinyitott a kávézóját. Hát, ha Balázséktól egy-két hallgató bemegy hozzá kávézni. Jó? Gyerekek, jó. A Dani azt üzeni, hogy mindenkinek fizet egy presszót, aki itt van a téren. Illetve most se lesz SMS-ben, hogy ma nem tud kinyitni, bár látom, mégis nyitva, mert állítok, szalmonella van a kávéjában, de nem tudom, hogy ez most igaz vagy nem, de mintha talán fogyna a tömeg. Jó, gyerekek, nem. Természetesen. Tessék nyugodtan kávézni, tessék oda menni. Azt a hírt kapjuk, hogy Dani már beszállt itt egy közüli kis turkálónak egyébként a tulajdonosi körébe, és az is kinyitott. 50%-os tulajdonrészsel benne van már. De te hol nem vagy ilyen jól informált? Tessék? Pont a múltkor olvastam a neten. Jól olvastad a neten? Azt hittem, te egy ilyen beépített ember vagy, te is. Nem, törzshallgató. Aki nem pólóban van, te törzshallgató vagy. Gyerekek, kipogozzuk itt a szolnoki szálakat, tehát nincs baj. Szépen képbe kerülünk, hogy mik itt az erőviszonyok. Daninak van valami köze a kulturális központhoz? Nyilván semmi. Mert hogy az is kinyitott? Dani, milyen műsort csinál egyébként? Egyedül vezet szegény? Jó műsort csinál, de amióta ti vagytok, én újra vezetek. Ó, de aranyos vagy. De szegényként egyedül vagy? Nem egy hálás szerep. Van műsorvezető partnere. Többnyire ő van. Azért egyedül mondjuk meg, hogy az nem egy könnyű helyzet. Sátok. Na, hát azért ez egy szakmai kollektség, de mondjuk egyedül reggel, hát az ugye inkább informatív, mint beszélgetős. Egyedül nem könnyű beszélgetni. Most milyen meg... napod volt, Dani? Köszönöm szépen. Kérdés, nagyon jó napom volt. Képzeld, Dani, azt akarom mesélni. Mit akarsz mondani, Dani? Az nem egy egyszerű helyzet. Fél 8-kor mi jövünk el? Nem, csak azt akarok kérdezni, hogy a fél órás váltásban átmenjünk, segítsünk neki. Na most egyébként nem tartom lehetetlennek, hogy átköszönünk Daninak, hogy van. Szerintem egyébként annyira kollegális lenne, érted? Jó, hát figyelj, ez egy szaktárs, rádiószaktárs, beköszönni és jó munkát kívánni hát neki. A törzsvásárlói kártyánkat át kell vennünk ugye a kávézóba. Ja, amit ígérnék. Ja, Istenem, gyerekek. Ismered a srácot, Balázs szerepelt a gyertekádban is. Szerepelt a gyertekádban. Te nem, ez a Dani, ez mindenhol ott van. István Dani volt. Az István Dani volt. Bár egyébként igen, simán bár lehet, hogy annyira ismert, mint civil játékosként egyébként, bejöhet. Na jól van, oké. Mi a helyzet egyébként? Csókolom itt az elsősorban. Jó? Jó a buli? Igen, igen, nagyon jó. Hol vagyok? Igen, igen, nagyon jó, ti kik vagytok? Mi ez? Dani, hogy megváltoztál, Dani? Te Danikám, hát tegnap még nem múlt héten, még nem ilyen voltál, Dani. Csókolom, látom, van frisbee. Jó reggelt kívánok. Ki kapja a frisbee-t? A frisbee-t én kaptam. Nem úgy értem, hanem hogy majd nyilván nem tetszik vele frisbee-zni tovább. Miért unokáknak, vagy valakinek, vagy csak van úgy? Van unokám, és itt a két szép lánya. Ó, a lányok igen. Is itt vannak. Hello, lányok. Hoztátok a mamát. Hello. Igen, hoztuk. Hoztátok a mamát, és nem csak a mamát hozták. Mezőtúról jöttünk. Mezőtúról. Na jó, van. Hát nagyon örülünk, köszönjük szépen. És a csajok már az elsősorban egyébként. Igen, bizony, és azért kapták egyébként ezt a szép frisbee-t, mert kaptunk tőlük egy szép nagy tálca rizskohot. Komolyan? Aha, és kincsi. Igen. Igen. Te sütötted? Én. Na, igen? Nekem meg azt mondtad, hogy te csináltad egész észre. Jó, hát... Jön ide, Feri, hoztam neked, hoztam sósat, én csináltam a Janinak meg a rizskokot. A sósütit azt én csináltam. Na jó, az finom is. De ma már a rizskok, tehát le van osza. Bárki nem csinálhat, bárki nem csinálhat. És azt a pedantériát... Finom. Finom, és csak mondod... Estem sült, akkor nagyon finom volt. És azt a pedantériával, amit betetszett csomagolni, azért az nem semmi. Hogy van becsomagolva? Hát egy gyönyörű kis ilyen kis bepantolós
bepatintos tetejű kis műanyag dobozkában, a teteje szépen le volt terítve szalvétával, az egész előre fel volt szeletelve, kiporciózva. Nagymamásan rendesen. És porcukor is van hozzá téve. Aki... És lekvárt nem hozott? Hmm. Az otthon van. Így van. Miért még a rizskokra, meg a porcukorra még lekvár is, gyerekek? Állítólag úgy jó, én Jézus, meg nem eszem a rizskokot, tehát én nem tudom. Hátul mondták, hogy... Igen, a tejben is, tejben is, de azt, hogy egyszer valaki kipróbált, hogy berakta a sütőbe, és azt megsült, ugye? Nem ugyanaz, de majdnem igen. Ugyanaz, hogy maranyom. Hát az együk azt úgy, ahogy az volt először. De Jani imádja egyébként. Jani nagyon. Kire szórtam rá egy kis porcukrot is, és amikor megbotlottam, hál' Istennek, nem is arra a felére esett. Kóstoltad is már, lemehoztad? Lemehoztam. Hát ugye volt nekünk az a legendás rizskokunk, itt meséltem is a kollégáknak róla. Nem mindenkinek mondja, hogy finom. Jani nem bók volt, tehát nem jó, ő megmondja, hogy nem jó. Nem. Volt egy őrült nagy csalódásunk pár éve. Finom volt? Igen, de férjes. De nem most, hogy a sajátjára kérdezi, hogy jó volt a mai? Nagyon fincsi volt, nagyon fincsi volt. Már itt a kollégák a felét elfogyasztották. Mert amikor sapkában ezelőtt... van, mindig hazudik. Hoztak. Így van, viszonylag kevés idő van, amikor nem. Hogy pár évvel ezelőtt hoztak nekünk egy gyönyörű, tényleg tanítani való rizskokot. Ahogy kellett kinéznie, úgy nézett ki. Hatalmas volt, könnyű volt, habos, gyönyörű, szépen könnyű. Rá volt sütve a tetejére a tojáshab. Egyszerűen csodálatos volt. Balázsnak is rakta, mondtam, ezt kóstolj, figyelj, ahogy ez kinéz. Úgy felhájpolta, ez, hú, úgy feldiszkozta, én egy hétig rosszul voltam utána, annyira borzasztó. Kiderült, hogy húsos tepsiben sütötték. Igen, húsos, zsíros tepsiben, és zsíros húsízű volt a rizskok, mondom, Jani. Csodálatos volt. Soha többet nem kóstolok meg semmit, amit ajánlasz. Egy hétig forgott a gyomrom, mert zsírízű volt a rizskok. Mondom, Jani, köszönöm szépen. Ez a pöcsös menyasszony típus volt. Tehát, hogy amikor így kicsomag megkóstolt, Jézusom. Nap SMS-e. Nekem úzzá nagy, a frisbee az enyém, Hajdú Péter. Mekkora duma, úristen, de jó, úristen, de jó. Na jól van, Opelos játékunk jön. Így van. Opelos játékunk jön. Melyik Opel, bocsánat? Opel Grandland. Köszönöm szépen, megnyugodtam, hogy nem cserélték ki az autót éjszaka esetleg egy másik Opelre. De ha te mondod, akkor neked elhiszem, hogy ez ugyanaz az Opel, amit... mondtam? Micsodát? Azt, hogy Opel Grandland X játék. Én nem emlékszem erre, hogy mondtad volna. Akkor jó, szerintem hogy mondtam fontos, azt, hogy Opel Grandland X játék. Van, szerintem nagyon fontos, hogy képbe tegyük a hallgatókat, hogy ez melyik Opel. Hova óvatoskodsz, Feri? Csak nem az Opel Grandland X felé. Megpróbálok kimenni, de ez egyelőre nem sikerült. Ne bán, hagyjad. Na, gyerekek, csapjuk a lovak közé. Onnan is jó, persze, hát olyan magas vagy, hogy látsz abszolút. Megvannak a játékosaink? Biztos megvannak a játékosaink. Tessék, kár, hogy megvannak, hogy állna beléjük a villám, ugye? Tudom, hát ez ilyen, tudom, csokkolom. Szemetek már. Rizskó Hostanyi nagyon jó, megvannak a játékosok, kár, megvannak, igen, meg, hogy a kecske törné el a lábukat, így, hogy fulladnának bele valamiben. Jó lesz ez. A másik oldal, jó? Jó, hát játékaink nagyon népszerűek, persze. Tessék? Ezért is utaztunk meg ti miattatok. Hát most már a ti miattatokat nem veszem annyira magamra, érzem én, hogy azért ez egy játékorientált utazás volt azért. Tudom én ezt. Jó, hát egy kis szerencse kell hozzá, de majd még kerítünk. 6 éve voltunk, és akkor voltatok ti is. Akkor jött Kassa Tibi témával egy ilyen lánccal a kezén. De jó is volt az, de jó is volt. Egy limóval érkezett, emlékszel? Akkor még limuzina jött, igen. Friss volt és izgalmas. Na, gyerekek, játszunk, mert megcsúszunk. Hol vannak? Ott vannak a játékosai. Jövök. Itt vagyunk. Hello, csajok, fiúk. Kriszti és Józsi. Így van. Sziasztok. Egy pár? Nem. Itt barátkoztatok össze a játékra? Nem, együtt érkeztünk, de ismerjük egymást. Aha. Ti is csak a játékért jöttetek. Össze. Igen. Na, hey, jó, én bírom, ha valaki összeolva. Viszont a lóvét, Jocko, már itt se vagyunk, de hát ezt így kell csinálni. Oké, de akkor nem egy Ferivel már fényképezkedtünk is, aki leszokott a cigiről, csak mégse. Igen, de elmondtuk, tehát hogy az vesse rám az első követ, érted, aki ezt úgy gondolja, hogy nem dohányzom. Mondtam, hogy most hétfőn leszoktam, de hétfőn vissza is. Hát most... Ahogy írtál, hogy hallgatod, letetted a cigit, csak mindig pontosan tudod, hogy hova. Hova, és fölvetted. És utána jókor veszettél. Ez egy valóságos sztori, nem úgy, mint a Fási Ádámnak a pakisztáni lájkolói. Nem tehát, Fási, nem Fási, ez Mága. Mága? Tényleg? Én úgy hallottam, hogy már Fási. Már ő is, igen. Na, kezdjük el a pakolást, jó, veletek, ha már ott vagytok, indítjuk az órát, egy percetek van, kulcs nálatok, lábnyitásra tudjátok, tessék, hogy kell kinyitni. Tudjátok, hogy kell kinyitni, kavirnyászunk a lábunk alatt alatta, valahogy az gyorsan kinyílik. Mindent be kell rakni, ha gyorsabbak vagytok, mint a másik pár, akkor 50 ezer forint. Teszed le 100. A sícsizmát ajánlom figyelmetekbe, hogy ezt mindenképpen rakjátok be. Jó, a léceket kivettük. Indítatjuk az órát, János. 3, 2, 1, súf, 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 súf.
Nyomassad, a lábacska. Jó, most nyílik, pakolhatsz, gyerünk. Már rögtön az állólámpával kezd, na ezt se venném meg oda. Aha. Már. Az az állólámpa, az hétvégére akciós lesz, az biztos. Szerintem ma adjuk oda valakinek, jó? Az állólámpát, mint kell állólámpát? Oda tudjuk adni az állólámpát. Aki nem jut be a játékra. Ne, inkább nyomotáron a Grandlenix. Nem jut be a játékra. Az már csak féláras. Megkapja, oké. Jó, játékosaink nagyon pakolnak. Krisztikém, drágám, haladni kéne. Tedd le, jó az ott, édesem. Tényleg őszintén kíváncsi vagyok. Ő akkurátusan berakta. Mikor fog feltűnni, hogy tényleg teleszkópos a volt. Semmikor. Tehát, hogy sokkal jobb ez így, nem? Így hosszába betenni. Amikor a nyereményen játszol, akkor valami ködöbb megy a szemed elé. Kriszti, gyorsan pattanjál. Nagyon-nagyon jók vagytok. Oké, egy gomnyomással már csukódik is. Hagyjad, nem kell. Megadjuk, nem baj. Csuk le, már a hidraulika úgyis oda van, vagy mi az. Az már úgyis köhög egy kicsit, mert kapott mindent. Mindegy, indítsuk be. Állítsuk meg az órát. Jók is vagyunk. Jók vagyunk, jó, megadjuk. Megadjuk, ez nem számított. Most egy az a csomagtartó már könyörög, azért, hogy valaki nyomja meg azt a gombot. Nem, az azért könyörög, hogy senki ne nyúljon hozzá. Szegényként most megrángattuk egy hét alatt. Mennyi volt az idő? Krisztikém életem, mi volt a terv? Hát, nem egész. Jó, értettem, aha, köszönöm. Ugye, mennyi az éreztünk. Idő? 55 másodperc. 55 másodperc. 55 másodperc. Hát, a heti csúcs már nem lesz meg. Mi mennyi volt a heti csúcs? Hát nem tudom, 30 oh, nagyon alatt nagyon bepakolták tehát már. Szerintem 15-20 másodperc. Jó, de ők kétszer szöktek meg a csillagból. Tehát ja, az is igaz. Hogy olyan pár voltak, akik kötélhágcson ereszkedtek le a Markó utcából, úgyhogy ők nagyon tudták, hogy kell gyorsan bepakolni. Na. Oké, okay, másik párunk. És pakoltunk Claudia és Ákos, sziasztok. Hello. Még meg lehet a rekordnak, mivel nem pakoltunk. Az igaz, így van, de az elsőre. Figyelj, megnyomod a gombot, akkor elindul, utána már ne csesztessétek. Egy gomnyomás. A hátulja, ez nagyon fontos. Mert már jó? Felsír az jó. Autó. Egy pár vagytok egyébként? Egy pár vagytok? Mióta vagytok együtt? Két éve. Két éve. Működik? Igen, nagyon jól. Nagyon jól működik. Kérdezzük meg Ákos. Igen, nagyon jól működik. Autó van a családban egyébként? Van. Rutinosak vagytok akkor így a gyors pakolásban. Jó, oké. Na nézzük meg akkor, hogy megy, jó? Na. De most tényleg az állólámpánkat szétcsesztétek. Mi, leesett a búra? Hát leesett ne, a ott búra. Van lent a búra valahol. Hát azért mondtam, hogy leesett. Ez egyre borzasztóbban néz ki az az állólámpa egyébként. Jó, hát figyelj, belefér, az mindegy. János a maga akkurátus módján meg. Igen, jó, de szép. Kicsit kezdenek a cuccaink tényleg úgy kinézni, mint egy lomtalanítás, nem? Tehát hogy olyanok vagyunk. Ütőtáskával a virág is megfáradt így a hétvégére már egy kicsit. A pecabot is meghajlott. Oké, okay. Na indulhatunk? Na akkor figyeljetek, 3, 2, 1. Súf, súf, súf. Figyelj, mint egy beatbox világbajnok, olyan vagy most már, azt kell, hogy mondjam, nagyon jó vagy. Nyílt a csomagtartó. Egy kicsit frappásabb pakolás látok én, mint az első játékosnál. Tempó, 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 50-50 ezerről van szó. Sícsizma, hoppos, majdnem az egyik játékos szeme, hogy oda lett, így van. De nagyon, nagyon, nagyon jó, nagyon jó. Továbbd be, Claudia, ahogy van, így van. Úgy, nagyon jó. Majd Ákos be tudjon ülni. Úgy van, gyerünk, sícsizma. Hát ez sícsizma. Sicsizma, csak a sicsizmát. Nem van a virág is. Szerintem ez az jó. De jó volt. Én szerintem ez nagyon flott volt. Ez nagyon flott volt. Meg vagyunk. Sutty. Gyerekek, nincs nagy kérdés, mert ez 37. Hát ez egyértelmű. Ez nagyon flott volt. Ez nagyon flott volt. Nagyon szépen köszönjük a másik párnak is, természetesen egy vigasz ajándékcsomaggal. Őket is megkínáljuk, hát a győzteseket pedig 50 ezer forinttal. De mivel egy pár, ez egy közös számos. Vagy hát ahogy elosztják. Nem tudom, hogy közös kasszámmal. Jók voltatok, gratulálok. Nagyon ügyesek vagytok. Igen. Mi lesz a pénz sorsa? Hát elnyaralgatjuk szerintem. Aha. Mindenki mostanában, amikor pénzt nyálunk, nyaralásra költ. És közeledik a nyár, nem egy rossz felvetés. Csak mondom egyébként, ez a 35 másodperc Ákosnak elég volt ahhoz, hogy annyira megszeres az autót, hogy most ide hátrajött, és miközben nyilatkozott nekünk, megint kinyitotta a csomagtartót. Tehát, hogy ő már nagyon magáinak érzi ezt a kis autót. Igen, nagyon tetszik. Hova mentek nyaralni, vagy mi a terv? Még nem tudjuk, de az autót szívesen vinnénk. Ugye? Szponzort fel tudjuk hívni egy hétvégei tesztvezetésre, csak abból nem juttok messzire egyébként, hogy pénteken elviszitek az autót, hétfőn vissza kell hozni. Van lehetőség tesztvezetésre, azt mondta a főnök asszony itt az ő. Tényleg? Bizonyára. Ezen a kis búgós, sejmes hangon ezt így bemondta? Így, és ezt pénteken kell megtudnunk? Igen. De tudunk adni tesztvezet? Itt áll az autó a parkolóban. Ja, hogy most? Ja, úgy, igen. Ja, jó van. Azt hittem már, hogy lehet itt menni, aki akar. Igen. Jó van. Akkor megnyugodtam, mert azt hittem már, hogy majd egyeztetnem kell itt a játékosokkal, mert mi is el akarjuk majd vinni egy hétvégére. Jó, de te már ki, ahogy ismerlek, már kiírattad a jövő hétre, úgyhogy.
De most vidd, mert most van hosszú hétvége. Szólok anyának, hogy üljön fel valami kis izén expresszre, vagy intenzitére. Tényleg gyorsan jöjjön vonattal, mert most jön a pünkös hosszú hétvége. Oké, gratulálunk a játékosoknak egyébként. Természetesen nagyon ügyesek voltatok. Így van. Oké, gyerekek, a bepakolt cuccokra lehet jelentkezni? Kérdezi valaki. A lámpát akkor odaadjuk. Az ásványvizet is 6-6-szor másfél liter szívesen kiosztunk. Fél 80 pontosan, ha van friss közlekedési híretek, küldjetek el nekünk. Jó, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék. Gyerekek, milyen gyorsan eltelt ez a zene. 3:48, lesz pontosan 5 perc. Szóval álló mindenkinek, nem fáztok? Jó, gondoljatok csak arra, hogy mi volt szombathelyem. Nem tudjátok, de még ez komolyan mondom istenes. Ne, az adapteredbe beszél, hanem a mikrofonot. Halló. Az úgy nem nagyon fog megszólalni. Szóval komolyan jó helyzetben vagytok. Igen, hideg van, nincs jó idő túlságosan, de tegnap békésebb a mindent vitt időjárás szempontjából, de ami hétfő kedden volt, az cudar volt. Tehát ahhoz képest ez a szolnoki időjárás, ez na, mondom én innen az üvegstúdióból tudom. Igen, egy meg lehet ezért kövezni, jó, oké, de hát azért mégis csak műsort készítünk. Balázs, a kilátásban, meg ugye a meteorológiai a híreknek a közlésében picit akad ez az üvegstúdió, meg az, hogy fedett, és hogy meleg, és hogy fűtött. Nem, ma voltam ki, érzem, hogy ez egy csipős, szeles, csipős. Meséltet, hogy egyszer voltam. Csipős, szeles, de kitartások. Mondom, hogy mindennél van rosszabb, ezt akartam. Csak mondom, hogy nekem nagyon sokan jelezték, hogy mindenkinek van valami, valaki műtétre vár, valakinek négy napja van, valakinek születésnapja van, valaki először, valaki utoljára, valaki valaki az első hallgatónk, valaki az első perctől kezdve hallgat minket, valaki az utolsóig hallgat minket. Tehát, hogy valakinek a mai az utolsó pillanat. Igen, mindenkinek van egy Jolly Joker érve amellett, hogy miért menjél ki, és miért kell, hogy fotót készítsél velük. Jó, de már voltam kint, csináltak egy csomó fotót, az első sort kompletten úgy, ahogy van, aláírtam és fotózkodtam. Tegye fel a kezét, akinek még nincsen Balástól aláírása. Aha. Na. Igen, nézd, fotója. Az első, ott az első ölelése. Ti mindig is fogtok hazamenni. És kinek van már itt az első sor? Na, hát na, és bocsánat. Azért egyébként ez tényleg három ember. Ja, ne, valaki csak nyújtózkodott. Igen, valaki ásított és nyújtózkodott. Valakinek felcsúszott a kabátja. Krisztián például saját kézzel készített neked érte kekstekercset. Kekstekercset nekem. Neked. Tehát a Jani az édes szájú. Így van. Nagyon aranyos, hogy mindjárt megyek. De elvettük a zsákmányt azért. Jó, a zsákmány legyen meg. Hát neki el kell menni iskolába, az egy szomorú dolog, de a zsákmányt azért gyűjtsük be. Tehát azért ne hagyjuk ott. Valaki egy P betűt koronával a tetején vágatott a bikini vonalába, csak azért nekem meg is mutat. Igen, Lajos, mert hogy itt vagy. Csak kár, hogy úgy hívják, hogy Lajos. De nagyon szép lett az a Bentley. De mutatós egyébként. Igen, és egyébként megrendelt az új Bentley-et, annak köszönhető. Na gyerekek, beszélünk arról a hírről, amit egyébként már mindenki 26-szor lerágott, mi ezt beismerjük, hogy ezzel már sok ideje foglalkozik a sajtó és az internet, de mégis csak felrobbant 3 nappal ezelőtt, és 3 mondat erejéig beszélünk, milyen tanulságos ez a szurikáta ügy. Azért ugye a szurikáta ügy, ezt most kimondod, és hát igen. Országos felháborodás van, és borzasztó, hát részemről is legalább én úgy értékem, hogy rettenetesen álszent és szemét módon akarják ezt a gyereket a zászlajukra tűzni, meglincselni, megölni, és felháborodott Facebook kommentelők akarják a gyerek fejét venni, mert egyébként bántott egy terhes szurikátát, egy odáig merészkedett be, hogy ez a szegény egyébként, én is nagyon sajnálom, terhes szurikáta elpusztult, és hát elképesztő az a hadjárat, ami indult a család és a gyerek ellen, és hát tényleg mindenki, vagyis csak a legtöbb kommentelő egyébként a gyerek fejét és a szülő fejét és az életét, és nem tudom mit akar. Számomra nagyon sok tanulsága van ennek az ügynek egyébként. Tudom, hogy ti nagy állatvédők vagytok, én is. Igen. De borzasztó, hogy mi lett ebből. Szerintem. Hát tehát ez ahova jutott, és ahogy eszkalálódott ez a történet az elmúlt 3 napban, és amit az ember olvas, leginkább egyébként a hozzászólásoknál, kommentelőknél, de néhány cikk formájában is, hogy mit kell csinálni az ilyen gyerekkel, és mi történjen vele, és az apjával, és az anyjával, és a gyerekkel, az megdöbbentő. Mondjuk el azok kedvéért, akik esetleg nem tudják, mert minket hallgatnak, és mi még erről nem beszélünk. Erről nem beszéltük, így van, ez egy talán egy kecskeméti állatkert, ugye, ahol benyúlt a gyerek egy ilyen felülről nyitott kis szurikát a barlangrendszerbe, ami ugye nyitott, ilyen van a Pesti állatkertben is, vagy volt 100 évvel ezelőtt, benyúltak, és ugye a mozgással próbálták a szurikátákat az ujjuk mozgatásával mozgásra ingerelni, vagy hogy helyváltoztatással. Nehogy már nem mozogjanak, ha már fizettek. És az egyik gyereknek a szurikáta, az egyik például nagyon harapó szurikáta, megharapta úgy az ujját, beleharapott, hogy átharapta a körmét. Uh-huh. Most azért azt gondoljunk bele, az nem lehetett egy kis harapás, átharapta a körmét. Mire a gyerek a cikkek szerint, vagy hát az ott elmondottak szerint, földhöz vágta ezt a szurikátát, ami hát, egyébként nem így történt. Így van, le akarta rázni szerencsétlen a kezéről, ugye a ráakadt szurikátát. Tehát ugye
valójában mi történt? A szurikáta átharapja a körmödet, abban a pillanatban te megijedsz, kirántod a körmödet, a szurikáta az fogja a zsákmányt, nem engedi el, és te ugye ilyen csapdosó mozdulatokkal te fölrántod a körmödet, majd itt szépen lehúzod. Ez egy reflexzerű mozdulat volt, itt nem akarta elpusztítani azt a vemhes állatot. Ráadásul vemhes volt a szurikáta, na ez elég volt az állatvédőknek és mindenkinek, hogy a gyereket nagyjából keresztre feszítve lássák már egyébként a Golgotán. A másik két cinkos társával, aki ebben részt vett, engedte a tanárral, a szülővel és mindenkivel. Szerintem nem lehet azt mondani általánosságban, hogy az állatvédők. Általában azok, mindenki, akik nagyjából mindenki. Azok nagyjából mindenki. Akik ezeken az oldalakon kommentelnek, azok mindig érzelmileg egy kicsit túl vannak, én azt gondolom, így feszülve. Egyébként. Általában ez egyébként így szokott lenni, de gyakorlatilag ezt mi is nap mint nap tapasztaljuk, hogy akik kommentelnek, vagy tehát egyszerűen nem tudnak más véleményt megfogalmazni, vagy másképp megfogalmazni egy véleményt, csak szélsőségesen, és hát azért tudjuk, hogy az elmúlt időszakban sok olyan eset volt, ami mondjuk így a közvéleményt is nagyon hergelte ilyen állatvédelmi vonalon is, állatkínzási vonalon is nagyon sok olyan alkalom volt. Lásd például itt ugye a budapesti, mert nem csak azt mondhatnánk, hogy szurikáta ügy, mondhatnánk azt, hogy gorilla bébi ügy is, mert tudjuk egyébként, hogy a fővárosi állat és növénykertben ugye a frissen született kis gorilla bébit addig abajgatták a kedves állatkerti látogatók, amíg be kellett zárni gyakorlatilag ezt a főemlősházat, mert hiába volt kiírva az, hogy ne vakuzzál a szemébe, hogy ne dörömbéljél az ablakon, hogy próbáld meg nyugton hagyni azt ez az állatot. Másról szól ez oda mennek. Szerintem. Igen, mert itt azt mondják, hogy direkt megölte és direkt földhöz vágta. Nem, és nem szól másról, ez megmondom miért, mert ennek a dolognak az előzménye az, hogy ki van oda írva, hogy légy szíves, hogy ne vakuzz, hogy ne nyújt. Oké, de most akkor van, hogy a gyerekek, várjatok, ne legyünk már ennyire álszentek. A gyerek nyilván belenyúl, mi is belenyúltunk. Ott vagy. Nincs ott szülő. Ott volt egy iskolaigazgató, aki egyébként nem tud százfele figyelni. A gyerek nyilván, ha egy állatsimogatóról van szó, mert fölülről belenyúlhatsz, 8-9-10 éves gyerekekről van szó. Nem úgy értem, hanem egy fölülről nyitod, kicsit oda nyúlsz, kicsit megfogod. Mindenki, aki egyébként egy aranyos állatot lát, az olyan inger veszi, tehát olyan inger keríti hatalmába, hogy megfogni, de cuki, a gyerek meg akarja tapintani tapasztalás útján. Tehát ez egy természetes egyébként emberi reakció, amikor kell, hogy ott legyen egy felnőtt, aki vagy elbeszélget vele, vagy elviszi állatkertbe, és elmondja, vagy a tanár ott van és mellette áll. Ki is az, hogy a gyerek 8-10 évesen egyébként mondtad, bele akar nyúlni. Nem a gyerek felelőssége, vagy nem ezeknek a nevelőknek, vagy szülőknek a felelőssége. 30 gyerekkel elmész iskola kísérőként, nyilván kellett volna több kísérő. Abban is igazad van, hogy a szülőnek már egy 8 éves vagy 10 éves volt a kisrác, nem tudom, tudatosítani kellett volna, hogy de az állatkert... éves gyerek de belenyúl, ezt akarom mondani, igen, az én anyám mindig elmondta. Hergelik egymást, tehát belenyúl, nem áll. Hogy ne nyúlj az állathoz, akármi volt persze. Az első, nyilván kivetted, magadhoz szorítottad és imádod. Igen, tudod, csak más dolog ezt, amikor ezt megcsinálod, mit tudom én, egy bárányjal, vagy megcsinálod valamilyen szelid állattal, a szurikátok vadállatok. Igen, és ez pedig egy állatkert, és nem nincs igazad abban, hogy most már 30 gyerek volt ott, mert te is nagyon jól tudod, hogyha egy pedagógus elmegy 30 gyerek volt, nincs olyan, hogy 29 vagy 31. Oké, de a gyerek alapjában igen, így működik. Lehet, hogy félrenézett, lehet, hogy másra volt elfoglalva. Nem ezzel van a bajom. Azzal van a bajom egyébként, hogy ebben a nagyon hazug, modern, 21. századi állatimádó ostoba civilizációban egyébként nagyjából ott tartunk, hogy egy szurikáta, egy vemhes szurikáta jogait, életjogát és egyébként nem tudom, az élethez való jogát előrébb helyezzük, mint egy azon gyermeknek, aki egyébként egy kicsit rossz csont volt, nem akarta bántani ezt a szurikátát, a mutatóujját mozgatta, beleharapott ez az állat, és ez a szerencsétlen gyerek ez lerázta a kezéről, érted? És a felháborodott egyébként virsli, disznó, kacsa, tyúk, csirke zabáló állatvédők, akik egyébként este azért benyomják a hotdogot, azért megeszi a csirkét, azért végignézi, hogy levágják a malacot, az nem zavarja, mert az finom. Tudod? Tehát nekem ez a bajom. Viszont a gyereket, viszont egy 9 éves gyereket, akit zászlóra lehet tűzni, és eljátszhatom otthon a fotelből, hogy én mekkora állatvédő vagyok, az dögöljön meg, rohadjon meg, halljon meg, és egyébként az apjával együtt vessék az oroszlánok elé az ilyen szemetet. De azért aranyom hozzá már két sonkás pizzát, érted? Mert azért azt vidáman megesszük, és az senkit nem zavar, hogy levágjuk ugyanúgy a malacot, és egyébként beledöfünk egy kést a torkába, de most mi nagyon nagy állatvédünk, és a szurikáta több jogot élvez a 21. beteg társadalomban, a századi társadalomban, mint egy gyerek, érted? Mert ez egy nagy állatvédő, egyébként nagyon álszent, kicsit hazug társadalom, ahol az állatnak több joga van, mint az embernek. Nem így van, ez a gyerek hibázott, de azért az egy szurikáta, ez meg egy gyerek. A kettő között igenis tegyünk különbséget, mert az egyik egy humán, érted, egy ember, a másik pedig egy szurikáta. Sajnálom ezt a szurikátát, rettenetesen. Hogy egy csomóan úgy ítélkeztek, hogy azt se tudták, hogy történt az eset. Igen. Borzasztó. Azt se tudták. Ami nem is így történt egyébként, ahogy Balázs vázolta, mert hogy nem az ujjával piszkálta, hanem egy bottal piszkálta, és többszöri figyelmeztetés ellenére is piszkálta. Oké, igen, bottal piszkálta, most ezt én azt mondom, az ujjával piszkálta, lehet, hogy bottal piszkálta. Nem azt mondom, hogy nem hibázott, nem azt mondom, hogy nem kell vele elbeszélgetni, nem azt mondom, hogy nem csinált hülyeséget, azt mondom, hogy ahova ez az ügy mutat,
az káros, és az kóros, hogy állatvédők fotelből azt mondják, hogy éljen a szurikát, a halljon meg a gyerek. Érted? Mert itt tartunk. Persze, persze. Ez nagyon kóros. Ezért is kezdtem egyébként úgy, amit mondtam, hogy itt azért vannak mindig olyan túlvezérelt emberek, akik nyilván átesnek a ló túlsó oldalára, és úgy kezdnek el egyébként pont a fotelből, ahogy te is mondod, ítélkezni valaki felett, hogy igazából a részletekkel nincsenek tisztában. Igen, és igazából tök hazudozik. Ez az egész állatvédelem, ez egy kicsit, értem én, aki valóban csinál, és valóban még igen, de azért nagyon sok hazug ember van, aki viszont ne akarja már ezt a szerencsétlen gyereket föltűzni az izére, a keresztre, azért, mert ez egy, te nem ráznád le, én is leráznám, basszus, ha csinálnék hülyeséget, vagy a Beli csinás, legpróbál lerázni, azt mondom, hogy igazad volt, hogy leráztad, mert egyébként meg átharapja az ujjadat, a gyereknek átharapta a körmét. Nem így, ezeket az eseteket, ezeket nem így kell kezelni. Én, persze én egy ilyen idealista vagyok ebből a szempontból, meg egy ilyen ábrándozó, meg hol észre, Jani, majd mindjárt jönnek az SMS-ek. Én ezt a gyereket egyébként valószínűleg arra kérném meg, meg a szülőkkel és meg a pedagógusokkal is megbeszélem a dolgot, hogy vigyék el az állatkertbe a gyereket, és egy picit éljen ott együtt ezekkel az állatokkal, gondozz őket, segíts őket, egy picit változtasson a hozzáálláson, az állatokhoz való viszonyát. Nem meglincselni kell a gyereket, meg nem támadni, meg nem megvárni az utcán. Nem is értek vele egyet. Ezzel nem értek egyet. Maga az ügyben igazad van, a reakció azt szerintem nagyon álszett. A gond itt az egyébként, hogy a társadalom egy részének fogalma sincs, hogy hogy kellene állni ezekhez az állatokhoz, de még úgy sincsen róla fogalma, hogy egyébként ott vannak azok a feliratok, amik egyértelműen jelzik egy állatkerten belül, hogy ne etesd, hogy ne piszkáld, hogy ne vakuzzál, hogy hagyd őket élni. Sajnos a gyerek ilyen, amikor mi 10 évesen elmentünk állatkertbe, mi is megfogtuk a vízilónak a fenekét, mert ott volt az arca 3 méterrel előrébb, és kicsit elkezdte tögetébe, be tudtál nyúlni, gyerek vagy érdekel, kíváncsi, meg akarod fogni, és nem a táblát olvasod. Hogy ezek a tiltó feliratok, ezek nem csak az állatok védelmében kerülnek ki, hanem a látogatók védelmében. Ha gyerek oda megy, és elkezd piszkálni egy olyan állatot, ami majd nem csak a körmét fogja megharapni, hanem leveszi a fél karját, akkor meg ki a hibás az állatkert. Kérdem én, hogy az állatkertnek ebben nincs felelőssége, hogy a szurikátákat olyan kifutóba teszi, amibe be lehet nyúlni. Az állatkert nyilván közel akarja hozni a szurikátát, hogy lásd, hogy megnézd, de nem jó, ez nem egy természetes közeg, ahol egy vadállat találkozik egy ember. Én ezért utálom az összes állatkertet, gyűlölöm az állatkerteket, ugye sokszor elmondtam. Egyébként az egész egy baromi szomorú dolog. A szurikáta fél az embertől, aki neki mutogatja az ujját, az harapni akar, az simogatni akar. Ez két ellentétes civilizáció, érted? Tehát két ellentétes élőhely, két ellentétes állatösztön, az egyik azt, hogy de cuki, meg akarom fogni, a másik meg támadsz engem, megharaplak. Nem természetes a találkozás, nem is kell, hogy találkozzanak. Na, hát nem kell olyan simogatót építeni, nem kell fölülről megteremteni lehetőséget, hogy benyújjon, rakják üveg mögé, vagy csinálnak egy kis állat simogatót, ahol meg bemegy a gyerek és kecskét simogat. Tehát azért sok esetben egyébként én alapvetően így állok hozzá, én nagyon tisztelem a munkájukat, azért, mert sajnos egy szükséges rosszról van szó sok tekintetben, mert hogy ezek az állatoknak fajokat mentenek meg, mert ezeknek az állatoknak az élőhelyét tönkretettük. Én ezt értem, és sajnálom ezt a szurikátát, de azt gondolom, hogy túlmutat ez egy szurikát a halálán, és akik előrébb helyezik a szurikátát, mint a gyereket, annyira ostobák, és annyira kamuk, és annyira hazug állatvédők, hogy azt el nem tudom mondani. Megkérdezem ezeket a kommentelőket egyébként, akik bejönnek, hogy te mit tettél? Tehát, hogy úgy mondd el az utóbbi egy-két évedet, hogy mit tettél az állatokért, mert 8 éves, 10 éves gyereket most az ászlóra tűzni, és megkeresni, hogy hol lakik, becsöngetni, meg fenyegetni, ez nem megoldás. Ölni. Ez nem megoldás. Ne tartsunk már ott, hogy azért, ha szurikáta meg a gyerek, akkor a szurikátát választjuk. Ez egy nagyon rossz és primitív hozzáállás, mert ezeket a gyerekeket nem fenyegetni kell, meg nem megfélemlíteni kell, hanem meg kell őket tanítani. Ebben tök igazad arra, hogy hogy az apának, hogy jöjjenek az állatokhoz. Ez meg igen, azt kéne megtanítani az ilyen kommentelőknek, hogy értelmesen, normálisan, emberi hangnemben és a tények ismeretében írjál. Pontosan így. Tehát addig ne írjál, hogy igen, és lehet, hogy a te gyereked el fog menni, és ha te ott vagy vele az állatkertben, nem nyúl be, de ha másik 10 ott van, és elmegy majd egy osztálykirándulás, és 3 felhergeli, akkor lehet, hogy bele fog nyúlni, hibázni fog, gyerekből van, te is csináltál hülyeséget. Ne legyünk már olyan okos felnőttek, akik úgy nőttek föl, hogy soha nem csináltak semmit, meg elvitték őket állatkertbe, akkor kicsit nem domálták a lámát, vagy nem gyújtak be a makákhoz, vagy nem dobtak neki zót semmit, dehogy nem. Tehát, hogy ezért gyerek, nyilván mindenkinek megvan a felelőssége, nézd ki, hogy János, ott csak mondom, hogy Ábel is érkezik közben. Elaludtál, haver! Akkor átmegyek a másik rádióhoz, megnézem, milyen az a kitelepülés. Igen. Szóval egyébként meg azt gondolom, igen, hogyha az egy állat érzékeny, vagy tudjuk, hogy harap, vagy vemhes, akkor vegyük ki és tegyük olyan helyre, érted? Szóval, hogy... Állítólag már nem először harapott. Szóval védjük akkor a vemhes állatot, érted? És tegyük olyan helyre, ha meg nem először harapna. Jani, ez egy vérszurikáta volt, értsd meg! Jó. Nem kell betenni simogatásra, meg nem kell oda tenni, érted? Akkor vegyem ki, vemhes, tegyem át. Az állat az mondjuk került a simogatást, az megvan. Na most már mindenki előre beszélget, és szerintem is egyébként nyitva. De ott voltál, hogy ezt te így tudod, hogy ott állt a sarokba, így meghúzod, vagy ne nyújj be?
írták a cikkek, hogy nyilvánvalóan nem arról volt szó, hogy ez az állat oda ment, hogy simogas, simogas, nem, kérlek, hát, nyilván, meg. Nem, ja, ha nem érsz fel a kezeddel, akkor vedd fel azt a botot, kérlek, kis. Na most, ha csak bottal éred el, akkor hogy harapja meg a kezed? Jó van, na, szóval akkor a lényeg az, jogos a kérdés, jogos a kérdés. Benyúlt fölülről, persze. Hát akkor benyúlt a gyerek, érted? Akkor be lehet érni a szurikátáig. És hány éves volt ez a gyerek, tudott olvasni? Igen, pedagógus, tudtok olvasni, ne kezdjük újra a beszélgetést. Az a lényeg, hogy nem szabad ezeket, tehát nem terrorral, meg nem lincseléssel való fenyegetéssel, hanem ezeket a gyerekeket pedagógiai eszközökkel kell nevelni, és pedagógiai eszközökkel kell egy olyan irányba terelni, hogy jobban tiszteljék az állatokat. Annyira utálom az összes állatkertet. Annyira utálom. Na mindegy, ez egy másik téma. Igen. Én bemegyek egy állatkertbe, mindig szomorúan jövök. Én ott szomorú leszek. Szomorú, koszlott izé, farkasok néznek rám a 30 fokba, és azt mondom, vigyél innen el, tesó, és nézd rám a jeges medvézé júliusban, hogy tesó, ezt nem akartam, te tudsz valamit csinálni, hát, tesó, ne haragudj, nem, mindjárt jön a hideg, tartsák ki. A cirkuszok, az állatkert, a meglepetés születésnapi parti, és még mit utálok? Ja, még a végbél tükrözés. Vesszenek tényleg, nem akarok majmot smokingban, nem akarok majmot cilinderben, érted? Akkor ne nézd a hullahopp parlamenti közvetítések. Nem akarok hullahopp karikán átugró cilinderben majmokat, nem életterülete. Na mindegy, jó. Kell az állatkert. Menjenek a gyerekek, csak hagyják békén a szurikátát. Vidámabb dologgal folytatjuk? Így van. Feri, told a gatyát. Gyere! Mutass egy szurikátát! Gyere, mutass egy szurikátát! 8-szor van pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után 13 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Hát a szurikátás ügyhöz nagyon sokan hozzászólnak, pro és kontra, hogy kinek van igaza, ki a gyökér. Igen. És én. A legkedvesebb. Az a legjobb benne, hogy figyelj, most mondtuk el, hogy a kultúrált hozzászólás, az SMS hogy kezdődik, te köcsög. Tehát, hogy na, célba értünk. Hagy idézek, Balázs, teljesen igazad van, Jani, dögölj meg. Igen, de olyan is van, hogy Balázs, hogy köcsög vagy, Jani adj el neki. Igen, miközben egyébként, nem tudom, hogy jól lenne, érdemes lenne egyébként néha azoknak, akik ilyeneket írnak, figyelni arra, amiről beszélünk, mert valójában kettőnk között igazából nincsen véleménybeli különbség, mert itt a végeredmény a lényeg. Azzal vagyunk elfoglalva, teljes joggal, hogy nem lehet lincs hangulatot kelteni egy kisgyerek körül, mert teljesen más eszközökkel kell egy egészséges irányba terelni, és nem pedig azzal, hogy életveszélyesen megfenyeg. Igen, erről beszéltünk, egyrészt igen, a hírek tök igazak van egyébként azoknak, akik írják, hogy egyébként a sajtónak is mekkora felelőssége volt, hogy hergeltek egyébként, és hogy az álszent nézettség hajhász, kattintás hajhász médiáról, ami a gyerek védekező reakciójából állatgyilkosságot kreál, meg amiről beszéltünk itt a hírekat, igen, egy mondat, és akkor le is zártuk, hogy itt azért ebben az állatkert is benne van, tehát mi az Istennek kehergelni, hogy a szurikáta együtt tévézett az igazgatóval, és érted, akkor vedd ki, ha vemhes, vigyázz rá, igen, jobban, és ne engedd oda, amíg a gyerekek ott vannak. Szóval na, én azt hiszem, hogy azért ebben mindenki ludas, de hogy hergelni meg nem kell, tök teljesen fölösleges, nem? Tehát így van, lincs hangulat van ebben az országban, mindenért gyerekek. Mindenért, igen. Tudod, ilyenkor igen, na minden, nem húzom föl magam. Na, oké, okay, hiúságért, na, menjünk ki, persze, nem moralizáljunk, szegény szólók, akit itt moralizálgatunk, érted, ahelyett, hogy igen? Ha van abban, amit mondani akarsz egy szó, amelyik pedig az, hogy palacsinta, akkor folytasd. Az van benne, ott van az asztalodon, a meglepi egy, mert hogy ugye palacsinta fesztivál lesz. Május 18 és 20 között. Ilyen hideg van, visszamegyek. Széchenyi Park erdőterületén. Figyelj csak, van itt két régi barátod. Nekem? Így van. Egy, már csak egy. Már csak egy, az egyik elment. Az egyik jártál is. Igen. Hello, honnan kellene? Segítsetek egy kicsit. Viva TV-ben. Viva TV-ben, igen, dolgoztunk együtt? Te raktad ki a videókat? Igen. Te voltál a technikus, aki kicsempészt. Na, mindjárt megbeszéljük. Jó, jövök, igen. Én voltam az a technikus, aki megtörte a karrieredet. Sokan azt gondoltak, megtört. De azt nem lehet. Új irányba ment az a karrier azoktól a videóktól. Itt tart most úgy, hogy megtört a karrierje. Mi lett volna, ha nem rakják ki azt a videót? Ki lenne ő? Ő lenne most Áder János. Jaj, ne! Nem, van, csak bajusz nélkül. Nem, azért megvannak a korlátaim. Jól öltözöttem. Megvannak a korlátaim. Összefüggően beszél. Na, mindenhogy is. Na, oké, gyerekek!
Ennyi lettünk közben. Nagyon nem, rendesek vagytok. Mennyien vannak a másik rádiónál? Á, nagyon menjünk. Ne bántsuk őket. Ne, ne rohadékoskodjuk. De azért ügyes, azért jegyezzük meg, az a kávézóját kinyitotta. Tehát az Dani, Daninak hívja? Dani, gyerekek, azért marketingből le a kalappal. Tehát Dani, dicsérjük meg, hogy ott műsort vezet, itt meg kávéztatja a Balázsik hallgatóit. Nagyon rendes. Rátett ma vajon egy 10%-ot az ára? Persze. Mondta, hogy azért itt sokan lesznek a téren. Kicsit aranyom, nyom föl ma a kókuszos, nem tudom milyen kapucsinót. Vigyük föl 1001-ről 1003-ra. Hát mégiscsak itt lesznek a Balázsék. De nem tudta, hogy mi a mizóval ellen támadunk. De egyébként, igen, a mi hallgatóink lojálisak azt mondják, ők ma nem kávéznak abban a kávézóban. Inkább megkóstolják a mizó Café Selection, de nem kávéznak abban a kávézóban. Hát Dani, kávé, ez csúnyán ez a Dani, ez Kenny vágja a témát. Tudja, mi az a laktóz, és tudja, mi az a hallgatómentes. Gennyesek vagyunk, de mi mindenkivel szemétkedünk egyébként. Persze, így van. Oké, na. De sok sikert kívánunk magunknak. Jól látom, hogy a játékosok már törölközőben állnak, szegények? Jó, igen, igen. Figyeljetek, én közben lassítva töltöm fel az Instára, a Balázsék Official Insta oldalára, ami már kicsit inkább az én Insta oldalam, de még azt hazudom, hogy ez egy közös Insta oldal, de a srácok nem reklamálnak, nem reklamálnak, hogy ez már inkább az én Insta oldalam, de lassított videók láthatók ezen, ahogy például a tegnapi Békés Csaba játékosunk a maga nagyon kis visszafogott 120 kilójával becsobbant abba a hordóba. Egy csoda volt, akire egyébként nem találtunk megfelelő méretű rövidnadrágot, illetve Robertáik nem találtak, pedig kettőt próbáltak meg összefércelni, aztán igen. Pedig egy kis szürke fecske alsóban ment fel, ugye a dobogóra, vagy hát nem dobogóra, hanem hát trombónéra. Robert a kikerekedett szemmel néző, én ennyi érdeklődést soha nem tudtam belőle kifacsarni, pedig már miatt is. Imi volt tegnap? Imi, ahogy becsobbant, lassított videó megtekintés, azt hiszem 20 000-nél jár. Tehát Imi csobbant be tegnap, és hát azt nagyon-nagyon szerettük, de Imi mondjuk forma volt önmagában. Nagyon nagy arc. Na, hát mennyire fásztok már a törölközőben? Hello. Bocsánat, Kitti, igen, Kitti és Tamás, a két csobbanós ember. Milyen az idő? Hát kicsit hűvös. Vizet nézted, Kitti? Nem mertem. Nézd meg, mert az, hogy kint hűvös van, az egy dolog, de majd mikor kijössz a vízből, az lesz hát, a jó. Igen. És most olyan ilyen 15 fok, szerintem a víz az hidegebb. Jó, ki megy először? Ki szeretnék kezdeni? Tamás, hát a férfi Tamás, legyen az első, menjél föl gyorsan. Feri, hol vannak a jegyzeteid? Nálad. De most komolyan nem találom őket. Mindjárt várja, én átnéztem egy kicsit, hogy lopjak belőle egy-két poén. Nem, fejből is tudja szerintem fel. A fülembe súgod majd őket. De tőlem sose hallottatok ilyen gyerekek. Jó, viszont. Viszont kenyeskedünk, hogy ő. Te vagy a Tamással? Igen, akkor nekem Mónika kell, ugye? Mert te fogod kapni ezeket a nagyon jó kérdéseket, amelyeket tegnap a hotelben írtam. Ott van már a Janinál. Itt vagyok, jövök már, nem mutatom senkinek, annyira jobb poénok. Az a jó, hogy Kitti a párod, azért kell Tamást megfürdetni, nem a párodat fürdeted, tudod? Mert nem vagyunk ilyen gonoszak, mi az ellenséget fürdetjük. Ide előre nagyon erősen széloz a kamerára, és a kolléga majd elugrik. Majd arra nagyon figyeljünk oda egyébként, hogy a kérdések nem maradjanak itt a kitelepülés végén, nehogy Daniék a konkurens rádióban, hogy használják a jövő étmenőket. Na, oké. Elléptem a tűzvonalból. Jó. Tamás fönn, Mónika a rajtvonalnál, akkor jöjjön az első kérdés. Mit most miért röhögsz rajta? Igen, ne. Na, majd ti is fogtok fürdeni. Tamás rutinosan takarja csúnyáját. Honnan tudod, hogy milyen? Na, figyeljetek akkor. Első kérdés. Nagyon jó lesz. Nagyon várom. Ezek a kérdések abszolút. Na, mikor nem néz bele egy nő a tükörbe? Egy, amikor kifelé tolat egy parkolóból. Kettő, olyan nincs. Na, melyik a hely? Olyan nincs. Így van, nagyon és jó válasz. Ezt elfogadjuk. Nagyon jó, erősen. Nagyon jó válasz volt ez. A lendület, az erő, a vitalitás megvolt, de a célzóképességgel azért vannak még gondok. Hát, igen. Tamás arcára kiüt a rémület a dobásnál egyébként. Tamás egyre boldogabb. Jó, még kettőtől beesett. Ez csak a beetetés volt. Jó, mondjuk megértem, mert van egy másfél méter közted is a találati pont között. Tehát te készülés, sportolsz valamit? Kézilabdázom. Nem sok siker. De kapus vagyok. Jó, figyelj, nyugodtan nyújj be, ahogy a céllövöldénél egy kicsit közelebb nyúlnak, jó? Oké, mi a második kérdés, Jani? Mit csinál a kaméleon a sütőben? Ja, Istenem. Egy, bujocskázik, kettő, beleolvad a környezetébe. Ja, na, most mit mondanak az állatvédők? Na, most mi is kapunk. Na, most kapunk majd mi is, így van. Oké. Beleolvad a környezetébe. És jó, és tudja. Hajózzék előre. Ez a lány komolyan mindent tud. Hát ez elkészült. Nagyon jó. Aha. Jó. Őrületes dobásod. Körülbelül másfél méterrel ment mellé. Így van, egy fél méterre megnyúl, de ez se volt elég. Abszolút.
Oké, hát Tamás egyre magabiztosabb. Mutatom, ez az. Azt kellett találni. Hát, igen. Ha ez még nem volt meg. Tamás úgy néz ki egyébként lassan tényleg, mint én, a kis Jani, 81-ben a hajdúszoboszlói hullámfürdőnek a szélén. Itt próbálja a kis lábait, egyre boldogabb, várja a napocskát, várja aput, anyut a lángossal. Meg szóval, hogy aztán jött a hullám, és akkor azért kidobott a medence szélére, egy bukfenccel kimentél aztán? Nem, az volt, hogy apám jött a két fagyival, jött a hullám, és utána pedig, Janika, hol vagy? Nagyon megeszem mind a két fagyit akkor. És olyan volt, hogy gyere már ki lila a szád? Nem, anyám nekem mindig ezt mondta, a Balatonból így kellett kijönni, hogy gyere már ki lila a szád. Nyilván lila volt a szám, tudod. Terepes az újad végig. Teljesen reális. Na figyeljetek, mi az a szem körül sok apró ételdarabka? Ó, ne léci. Egy szemrehányás. Ó, de rossz ez úr. Kettő, az nem étel, hanem csípa. Gyerek. Ezekkel a kérdésekkel abszolút alulmúljuk. Szerintem a kettő. Nagyon jó, mind a kettő elfogadjuk. Jó, elfogadjuk. Most tényleg tegyük már oda magunkat. Na. Jó van, három, mondjuk, most nem. Ezt nem hiszem. Mondjuk azon a mozdulaton már láttam, meg akartam állítani, csak nem volt elég időm. Tehát aki így felülről így dobja, mint egy ilyen ennyi kis meg tárcot, meg. Ne dobjon meg, tőle. Próbálsz még egy Tamás, ez egy óriási jutalomkör volt. Gyere le onnan, Tamás, megúsztad. Figyelj, ekkora mázlit kevesen nem fürödtek. Na, a héten. Jó, van, kicsit vizes lett a lábad, lábfejed. Jó. Hogy töröd meg, nehogy onnan fáz így, meg. Nehogy gond legyen. Mindenképpen ajánlanék valami labdasportot. Tehát egy kis kosár, egy kis kézi, valami nem késő még. Nem Mónika pedig sportcipőben, sportfelszerelésben, hát nem sikerült. Jó, az izgalom, magam. Az izgalom. Tényleg olyan ma, hogy döntetlen és senki nem talál, akkor ketté dobjuk, akkor 50-50. Így tehát van. Akkor nem egy pár kap 100 000-et, hanem akkor 50-50. Vagy megint Feri dob. Így van, kettőből én sem találtam. Egy, a másodikra volt találod? Másodikra jó. Na. Kitti már fölült, és akkor Viki lesz az. Mi is most sajnálod? Nagyon. De mi, barátnők vagytok? Nem akarom, hogy a hideg víz a felfáll. Nem olyan hideg. Őt? Nem. Hát akkor meg, hát ne biztos már. Van Szolnokon, egy remek... De mi is tartsunk közben. Nem egy szurikáta, ő érted. Persze, hát kiváló nőgyógyászok dolgoznak itt Szolnokon. Hát kicsit a levegőbe csak... lesz egy kis... Gyere itt ide elő a vonalig, vagy Viki, bocsánat, Viki, és akkor kapod a kérdést. Próbáld meg eltalálni, hogy Viki nem találja, akkor valószínűleg a Tiszából fogjuk kiszedni a labdát, mert átszakítja itt a mízos atrapot. Viki, hogy állsz a golyókkal? Attól függ, melyikkel. Ó, hát szerintem jó válasz dobhat. Nagyon jó a válasz, igen. Hát ezekre a labdákra, vagy nem tudom, mikre gondoltam. A mennyasszony, aki írt SMS-t. A mennyasszony, aki írt SMS-t. Milyen megy? Mit írtál? Mit írtál? Hogy jó napban lesz az esküvőnk, igen. A párommal, és szeretnék játszani. És látod, mi történik? Ja. Balázs, mit intézett el? Köszi. Mit csinálsz te most? Úgy van. Játszol. Köszi. Hova írtad ezt az SMS-t? Látod, ez a Balázs. SMS-ben írtam egyébként. És hát ennyi. Hát ha valaki nekem SMS-t ír, szívem viselem a sorsotokat. A golyó méret az közel azonos, mint aminek otthon szokálni szocializálódtál? Kérdezem akkor. Hát azért ez kicsit túlzás. Egészséges, hál' Istennek a párom. Egészséges? Igen. És mekkora esküvő lesz, nagy? Nem, csak családias. Csak családi. Csak 300-an lesznek. Igen. De hogyhogy nem csebbös értődés, rokonok, miért nem hívsz meg őt, meghívtad engem, nem? Mégis van, úgy gondoljuk, hogy a mi életünk, és szeretnénk úgy. Végre egy bátor ember. Én ezt szeretem, ha valaki így gondolkozik, hogy nem a rokonnal foglalkozik, és megsértődik, vagy nem az a ti napotok, az jön el, akit szerettek, ebből viszont így kevés van, úgyhogy kevesen lesznek ott. Tök igazad van, ezt így kell csinálni. Nem mondj ilyet. Ő jön. Nem. Ja, ő se. Óriási van akkor. Vagy. Jó. Nem? Te szóltál, hogy jöjjön ide? Nem, megbeszéltük, hogy itt találkozunk csak el 6-szor. Nagyon sógornő. Na csak egy mondat erejéig. Te hogy veszed ezt, hogy nem szól, nem mehetsz az esküvőre? Szóval sem tudok jutni. Mentél volna? Mentél volna? Egyébként? Minden további nélkül, mert ugye a tesómról van szó. Hát mégiscsak, persze. Jó, de a borítékot ne felejtsétek el azért. Hogy hívják a párodat? Hogy hívják a párodat? Tamásnak hívják. És te Tamás tesója vagy. Igen, aha. Igen. Hát majd mondd meg, hogy csináljon sok fotót, és akkor átfűdi, hogy milyen van. Volt. Lélekben velük leszek, ez biztos. Vagy mondd meg Tamásnak, hogy megígéred, hogy nem eszel sokat. Az még egy megoldás egyébként. Kiültetnek a szélére, nem eszel, nem viszont beled olcsóbb megúszszák. És Tamás is így akarta egyébként, vagy van egy kis nyomás a Viki részéről? Szerintem közös érdek. Jaj, de ügyes! De szép! De nem, szeretnénk csak kicsit úgy megszakítani a hagyományt. Szerintem hagyjuk most a Mizo Selection-os játékot, az beszél. Egy Balázsok... Ezt tegyük azért helyre, mert egy Balázsok műsorvezető most úgy érzem, bekaptam a horgot, na akkor ugye egymásra húzzuk el azt a falat, ott lesz Tamás még, és meghallgatjuk, hogy Tamás a két tűz között végül is kinek a javára döntött. Gyerekek, hát én azt gondolom, hogy nagyon szeretem a feleségemet, lendő feleségemet, Viktóriát, de azért mégiscsak a testvéremről van szó. Tamás, akkor húzzuk el a falat, és ott ül a sógornő, és indul a csetepaté. Na jól van. Jó, de azért az anyakönyvezetőt bírjátok, tehát őt utáljátok.
hogy muszáj lesz ott lenni. Vagy a papot, tehát hogy valaki azért legyen már ott. Muszáj lesz ott lenni, igen. Igen, mondjuk a kérdés jó, hogyha szűk család és barátok, akkor Tamás tesz olyan, nem, de azért ne feszegessük ezt, ne feszegess, ne nyúljuk ebbe bele, ne nyúljuk ebbe bele. Szülők jöhetnek? Szülők ott lesznek? Igen, csak... Egyébként mi is így voltunk az esküvőnkön, és ebben tényleg támogatlak, hogy meghívtuk azokat, akik igazán fontosak, ebből néhányan odaértek a szertartásra, néhányan csak csomagoltattak maguknak, mire megjöttek, de szűk volt. Meghívtak néhány olyan embert, akik igazán fontosaknak, és minket is, hogy ne sértődjük meg, de nem is tudtunk odaérni időben. Hát, hogy nem, és ezzel bizonyítottuk, hogy igazából teljesen felesleges volt minket meghívni. Na de volt egy műanyag tálka csomagoltatni, tudtál, nyugtass meg. Persze, tehát, hogy valamit vittél, ami maradt, egy kis rántott padlizsán, egy kis feta sajt, valamit vittél azért az esküvőből. És egyébként csak mondom egyébként, hogy az a 12 szertes étkészlet, ami otthon van nekünk azóta, és az akkor került a birtokunkba, amikor ők elmentek lampionokat eregetni. Az jó, mert a hotel két hónapig kivogatott, hogy eltűnt az evőeszköz szette. Akkor így van. Megmondtam, hogy mindig magyarázkodom kell, hogy miért van az ráíró a villákra, hogy röjtök muzsaj, kastély szálló. Jó, de otthon azzal enni a lebecslevest azért nem mondta, hogy nem rossz. Persze. Na vissza a dobásod, egy kis családi perpatar után. Szóval vidám eskü és előtte egy dobás. Egyet kell csak találnod, és abban a pillanatban már jók vagytok. 50-50 ezer forint. Hogy osztsz, vagy kivel osztozol? Szerinted a sógornőjével. Ő a párom, akivel megismerkedtünk, szintén Tamásnak hívják. Tamás, de ez nem az a Tamás. Nem az a Tamás. Pedig ebben még lett volna egy csavar, ha itt van az igazi Tamás, akkor én van. Hajjaj, ezt bonyolultam. Oké, okay, és akkor 50-50-ben. Jó. És az 50 megy az esküvőbe, tehát azt belerakod. Igen. Jó. De mind az 50? Belőle, azt hiszem, mind az 50? Persze. Mind az 50. Jó. De miért nem csak ne? Jó, dobjunk akkor egyet. Na, oké. Még valakinek valami Vikitől és az esküvel kapcsolatban? Jó, most zárjuk le. Dobhatunk. Jó. Azt mondja, hogy mi az? A nőknek havonta egyszer jön meg, és 5 napig tart. Egy, a fizetésed. Kettőt úgy is tudjátok, hogy mi a második. Elsőt mondanám. Mondd az elsőt, ugye? Hát azt akarom, az első. És jó ez a válasz. Első, és igen. És ez is jó. Hát hihetetlen. Vádoljon meg minket valaki azzal, hogy nehezek ezek a kérdések, ugye? Ja, várjátok, Kittitől nem keresztünk semmit. Te mire... Oké, okay. Na nézzük a dobást akkor. Hát az ott nem egy könnyű élethelyzet, én tudom. Viki, tedd oda magad, nyírd ki. Gondolj, az esküvődre szükség van az 50 ezerre. Akkor meg tudod hívni a sogornődet is. Ugyanazt... Hát de egyszer most mit alkud? Várjál, csak tartsunk oda a mikrofon. Egyet, jó, oké. Okay. Alkudozol? Te alkudozol a játékossal? Igen, mert sajnálom, szegény. Édesem, mert neked van szíved. Ha lenne szíve, meghívná a családtagokat. Igen, ha lenne igazán szíve, ott lennének a családtagok is. A játékos meg sajnálod? Na szép. Na Viki, szelet számolt. Van egy kis hátszelet, figyelj, a szelet számolt bele ebbe a nagyon durva másfél méterbe. Jó? Nagyon szép. Na jó van, megsajnálod. Nem, ezzel sem megyünk. Nem kamuzott, tényleg megsajnáltam. Görbic Anita sehol nincs, azt kell, hogy mondjam, sehol nincs. Másfél méterrel ment fölé, gyorsan jöjjön a második. Kérdés? János? Ja, kérdés. Sokkot kaptál a dobástól. Hogy hívják, ne elvesztettem már a fordulat a családi sztorikba. Hogy hívják a japán focistát? Nakata? Stop Lee. Ne, úristen, de kellemetlen. A Lee nevű japán, de úristen, de kellemetlen. Mondjad. Oké. Ez nagyon kreatív, a B válasz. B válasz. B, így van, Stop Lee. B válasz, igazából egy hétig monitoroztuk a Petőfi Rádió reggeli műsorát, és onnan vettük a játék kérdéseket. Álljál vissza egy picit, úgy jó. Oké, na. Erősen. Találd el, léci. Nem lehet így dobni. Na jó, nem lehet hiszem, eldobni egy labdát, mint egy ilyen hógolyó csak... lenne egy 3 éves gyerekkel. Kapd el, öcsike, hógolyózó. Nem lehet dobni. Meg kell fogni, és könyörtelenül be kell dobni. De Kitty arca egyre felszabadult. Így van. Már csak egyet kell megúszni. Tudsz te könyörtelen lenni, gondolj csak az esküvődre. Tehát tudsz te kemény lenni, ne csináld ezt. Így van. Szegény sógörönödet is hogy elkasszáltad? Gondolj valakire a családból, akit nem szeretsz, és nem lesz ott az esküvőn, az ő arcát képzeld oda. Jó, az utolsó dobásban. Az a baj, hogy nagyon zsúfolt a kép. Nagyon sokan vannak rajta. Harmadik kérdés. Jó, figyeljetek. Mi lesz a tehén és a macska keresztezős? Nem. Ne kérj elnézést. Most már vállaljuk föl, hogy ez ilyen. Most már vállaljuk föl, igen. Múmia. Igen. Múmia. Érted? Isten, igen. Igen. Tejbe cica. Tejbe cica. Aha, nagyon jó. Cica tetsz. Nem, nem kell ölni meg múmia. Múmia, és jó. És ez is jó, basszus. Ez is jó. Jó. Okay. A 100 000 múmia. 100 000-ért dobsz. Mindjárt vége, Kitty. És legyél kemény. Hajrá, Kitty. Képzeld oda mondjuk az agyosodat. Végre. Szép volt, Viki! Megy kimenteni, hát de drága és van. És mennyire cuki, oda rohan egyébként a medence szélére, és Viki, bocsánatot kér, elnézést kér. Ennek van nagyon is nő. Van szíve, ennek a lánynak van szíve. Nem fog belefulladni. Gondoljunk csak az esküvőjére. Igen. Esküszöm, meghívok egy kávét. De rendes van. Ott van nagyon. De nagyon, nagyon a legsportszerűbb játékos a héten egyébként, a legsportszerűbb játék. De jól áll a Kittynek ez a póló. Vigasztald meg, és mondd meg, hogy ne haragudj, hogy miattad nyertem 50 000-et. Nagyon sajnálok, hogy megásztál.
Igen. Jól van, oké, 50 000, 50 000, akkor osszátok el nektek. Nagyon sok jó boldogságot azért az esküvőhöz. Jó, puszilunk benneteket. Így van, csak mondom egyébként, hogy egy rövid, egy gyorsan. Annyit akartam még mondani, hogy elvileg én egyébként dolgozok, és a munkámmal, az állásommal játszom most, úgyhogy köszönöm szépen a főnökömnek és a Maximum Völtek, hogy elengedett, és nem rúgnak. Csókoltatjuk őket, ne rúgjanak ki. Nagyon jó arc főnök. Jövünk a hírek után 8:30 pontosan. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day. A Rádió Egyen 3:49 pontosan, hello mindenkinek. Igen, igen, még itt vagyunk. És itt is leszünk egyébként, 3-4-10-ig, nagyon helyes valaki, de bejöttek az előbb a stúdióba vendégek, és mondták, hogy milyen jó, hogy hoztunk egy kis életet. Életet, mert hogy ennyi mosolygós arc egyébként. János, gyere légy szíves, vedd fel a munkát. János Ferenc, kérem önöket, vegyük föl a munkát. Neked ez egy veszem munkahely. Át a zserbódat. Nagyon helyes. Miért mindenki nekem hozza az édeséget? Persze. Nagyon helyesek vagytok, de hát itt van egy nálam sokkal édes. Akkor mondom neki, egy kiló nutellát hoztak. Hát komolyan mondom. Ő tegnap is kapott, és franciát. Nagyon köszönjük. Nagyon drágák vagytok. Honnan érkeztetek? Hello, nagyon köszi, csak egy mondat elejéig. Martfűről. Martfűről. És csináltatok zserbót nekünk? Így van. Vagy maradt hétvégéről, és akkor becsomagoltátok? Nem, csináltam nektek, és maradt otthon a gyerekeknek. De a gyerekeknek. Két gyerek, három gyerek. Három. Három gyerek, mekkorák? Van egy 11 éves, egy 6 éves és egy 4 éves. És meg tudtál menteni zserbót, mert a mi gyerekeinknél ez kilátástalan. Tehát abban a pillanatban, hogy megtudják ezt azonnal. Este tehát... készült, amikor ők aludtak. Ja, titokban. És akkor mire ők látták, addigra már csak azt mondod, hogy látták. Így van, így van. Jó fejek vagytok. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Drágák vagytok. Nagyon szívesen. Köszönjük szépen. Egyébként tényleg kaptam tegnap. Mit? Nutellát és meg franciát is, de megkérdelek, hogy a franciáról ne beszéljél adásban. Igen, nagyon drágák vagytok, köszönjük. Nagyon köszönjük jó. Szépen. Egyre jobb a hangulat, kezd kisütni, egyébként a napocska, gyerekek, úgyhogy egyre jobban érezzük magunkat, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól alakul ez a dolog. Nem tudom, hogy ugye ezt a konkurencia hát, elmondhatja. Hát azt nem tudom, süt, azt nem tudom, hogy ott milyen hangulat. A nap mindenhol hangulat a konkurenciának. Igen. De itt az elsősorban nem cserélődnek az arcok. Aki egyszer ide befészkelte magát, olyanok, mint a lányok a Rolling Stones koncerten. Tehát itt az első koncertben. Mondjad, mit mondott ott a hölgy, a nagymama? Igen? Mit volt? 10 óráig sehova. Tényleg? 10 óráig itt az elsősorban? Hát jó, nagyon-nagyon szépen köszönjük a kitartást. Olvassátok ezt a kiszeltündés cikket, hogy mi történt? Minden kiszeltündés cikket elolvasok. Hát figyelj, azért ezt mutassuk meg, nem tudom, hogy ki tudjuk-e tenni egyébként. Ki tudjuk tenni a tűnci képét? Ne akarjuk, hogy hazamenjenek az emberek, jó? Szenzációs a történet, mert hogy Kiszel Tünde nem kevesebbet állít, mint hogy Madonna az ő oldalát követi. És ezt fotókkal is tudja Kiszel Tünde egyébként bizonyítani. Nagyon várom a Madonna naptárat, a következőt, hogy az a tündéről lesz-e nyúlva. Elmondom a sztorit, rögtön látni fogjátok egyébként, ti ismeritek, hogy drága kollégáink megoldják egy pillanaton belül. Nem is, ezek a srácok nem ismernek lehetetlen. Ugye történt, hogy az egyik este kitett magáról egy macifüles snapchates képet. Na most ez kirakta ezt a képet, hogy miért aki Kiszel Tünde magáról macifüles snapchates képet, az most egy mellékzöngje hát lenne ennek a beszélgetésnek. Én azt hiszem, hogy vannak dolgok, amiben bele kell törődni, hogy elmúlt, de van, aki ebben nem tud beletörődni, de Tündit ezért szeretjük. Na, Tündit ezért szeretjük, hogy ő 80 és a halál ilyen. Között is még kirak magáról macifüles. Macifüles. De vannak helyzetek, amikor már azt javasoljuk tényleg, hogy forduljunk szakemberhez. Így van. Tűnc egyébként a 60-at nyaldassa alulról, tehát nincsen semmi igen. Baj, meg hát ez egy állapot nem érne, mi is leszünk annyiak, ha megérjük, vagy annyi, ha megérjük, ez semmi baj, nincs Tűncét egyébként nagyon kedveljük. De észrevette ez a nőszemély, hogy Madonna tök ugyanazzal a beállítással, mindjárt megmutatjuk, igen. Tök ugyanazzal a filterrel kitett egy ugyanolyan képet. Macifüleset? Egy macifüles Snapchat képet ugyanazzal a filterrel, ugyanazzal a szűrővel. Vagyis nyilván lájkolt a Tünci oldalát évekkel ezelőtt, a legújabb divattrendeket, a legújabb frizurákat, a legújabb csizmákat, táskákat Tünci oldaláról lopja el, és amikor látta, hogy ez a közép-európai egyébként nagyon híres, Kárpát-medencei démon kirakott magáról egy snapchates, hatos filteres démon, Instagram képet, tapsi fülekkel, nem a lába között, aha. Pedig azt megnéztük volna, hanem a feje tetején, hatalmas nagy tapsoló fülekkel. Lehet, hogy ott is van. Csak én szerintem ott is van. Ott is van. Erről Stallone-t kéne megkérdezni, hogy van-e tapsi füles Tünci. Csak a bugyija van meg. Ne, állítólag ott több is volt. Nem, igen. Állítólag, amikor Stallone a 80-as évek közepén itt volt, akkor állítólag több is volt. Ez dolgozta fel ezt az élményt a Rambo 3-ban. Így van. Már, na, szóval mutatjuk a képet, drága szolnokiak, ott van. Aha. Na bár ezen már a Madonna is van, meg a Kiszel Tünde is, hogy ez most csak a Kiszel Tünde és a lány. Ez most csak a Kiszel. Uh-huh. Igen. Mind a kettő ott van. Ki a Madonna? A bal oldali?
baloldali, ő Madonna. A baloldali a Madonna? A baloldali Madonna. Tehát a jobboldali kép született először, pici fekete pöttyöt rakott tünci az orrára, a macskának filterezte magát, és egy kicsi macit... Az nem egy bögöly. De várjálkozni, hogy Madonna arcára is rászállt. És ugye egy macit hát rakott... A Madonnának szív van az orrán, csak mondom. Na jó, oké, de nézd meg, ahogy kirakott egy macit, ugyanúgy a képre, felfilterezett egy macit, ugyanazzal a filterrel, ugyanazzal a beállítással, de várjál, hogy a haj is ugyanaz, ugye nyilván az egész egy ábra, amit ugye az arcodra raksz, és Madonna egy órával később várt egy órát. Ha mégse rögtön. Hát ez a... Mégse rögtön lebukott nyújjelek. Volna a világ előtt. Lebukott volna, igen. És utána, hát kirakta ugyanazt a képet. És Tünci most azt állítja, próbáltuk egyébként elérni, hogy Madonna az ő oldalát követ, és Madonna nyúlt tőle. Én irigylem ezt a fajta önbizalmat. Hát én azért nem örültem volna neki, hogy annak idején gyerekkoromban az álomlámpám terengő fényén én megjelent volna így Tünci, és azt mondta volna, hogy Manci, ma veled alszik, Janika. Jó, hát Tünci egyébként fiatalon, tehát én azért a Stallone-t megértem. Igazad van. Itt valahol az Intercontinentál hajában két ilyen számára értelmezhetetlen kaszinótojás mellett balra nézett, ott áll Tünci, és azt mondta, ezt írd alá, és azt mondta, hogy akkor ezt folytassuk a Diaz-Szalon kettes elnöki lakosztályban. Fiatalon egyébként nagyon csinos volt, egy ilyen kaukázusi típusú szépség. És hát Stallone szereti a kaukázusi szépségek, igen. Richard Nielsen után, a szőke után ráment egy Kárpát-medencei barnára, és összemelegedett egyébként hát Tünci. Kellett egy sövényvágó vagy egy T-52-es. Hogy odaférjen a barlanghoz. De hogy azért hazánk sztárjainak mennyi önbizalma van. Tehát Tündi azt állítja, követi őt, Madonna. Kozsó ugye betámadta Lady Gagát, hogy térne kényszerítse, mert ugye ellopta a dalát. Tehát, hogy mi történik itt a Kárpát-medencében, hogy mindenki tőle nyúl. Mert azt gondolják, Kánya Mest el akarta venni a Presszernek a slágerét, érted? Ezek monitoroznak itt minket, figyelik az Instagram oldalainkat, a Facebook oldalainkat, és nagy világsztárok tőlünk nyúlnak. Mi volt még egy csomó ilyen balhé egyébként, amikor hírességek... Érted? Hogy kis ország velünk lehet cseszekedni. Ezt gondolják a világsztárok. Mm-hmm. Senki nem veszi észre. Érted, ha onnan lopunk. Jó, de egyébként a két kép tényleg hasonlít. Tehát azt, hogy egy órával később kirakta, mondjuk, tehát hogyha mondjuk mind a ketten amerikaiak lennének, akkor azt gondolom, az egyik lopott tényleg a másikról, és megnézte, hogy milyen filtert használ. De ugyanaz a haj, ugyanaz a szemek, ugyanaz a maci, ugyanaz a pöty, tehát nyilván ugyanaz az a Snapchat filter. Csinálj már egy ilyen te is. Snapchat filtert? Aha. Van neked olyanod? Snapchatem? Ja. Nem Snapchat ezek. Aha, egyszer megpróbáltam, de szóltak, hogy Bali, ez 15-től 23-ig megy, és akkor itt szóltak, hogy ez a te korodban már egy picit kellemetlen, hogy kirapsz ilyen meg olyan képet. Talán egy Facebook képen volt, vagy egy Instagram képen, és akkor négyen jelezték, hogy értik. Ez egy szép nyitás a fiatalok felé, de hogy ez 20 éve elment, és ezt ne csináljam. És akkor én ott leálltam ezzel. De azt hittem, hogy majd szerzek fiatal rajongókat, de inkább kinevettek. Úgyhogy... Nekem az a bajom ezzel az egésszel, hogy ez maga tiszteletlenség. Mi lesz a következő? Mihez nyúlnak majd hozzá? Pontot rakni nem, az orromra. Nem csücsörít. Nem Halló, csücsörít? Nem csücsörít. Madonna kicsit csücsörít. Na. Na jó, Madonna picit. Ja, és inkább te nem hogy tűnsz ide. Hogy lesz pötty az orromon? Előbb csináld meg a fotót, és utána ráteszed ezeket a megtaláltam cuccokat. Azt a szűrőt. Ott a pötty. Egy rózsaszín szív van az orromon. Jaj, de cuki lehet. Jó, kavarsz egy kicsit hogy a szádba. Röhögnek, nézd, hogy röhögnek. Ha látnád magad, te is röhögnél. Jó, megcsináltam. Nem rossz egyébként. Nem rakott annyi mindent. A macit nem tudom, hogy rakott be a mellkasod közé. Az egy külön kis cucc. Kérdezzünk már meg valami fiatal. Ki tud snapchatelni? Ki snapchatezik, gyereke? Ki snapchatezik? Na, ki snapchatezik? Gyere. Te snapchatezel? Te csinálod? Nem, csak a gyerekek. A gyerekek. Na. És akkor... De aki, akkor ez ugyanaz a szűrő, gondolom, amit Madonna és a Kiszel is használt, ugye? Tehát ki tudod választani, és akkor ez nagyjából ugyanaz. Meg kell érinteni. Meg kell érinteni. Mit kell megérinteni? Tünde melleit? Azt is lehet, de nem a képen. És akkor automatikusan fölrak egy macit. Fel kéne. Aha. Te érints meg, hogy tegyen föl macit. Nem, elment a Viki már, megnézte a képet, rosszul lett és kiszaladt. Úristen, ezzel élek. Azt, hogy meglátta és mondta, hogy nem, ez már ősebb ideje. Ha esetleg így nem megy, akkor ha nem is ilyen színű, de én barna macit tudok a melledre. Varázsolni, hogyha igen, gondolod. Tudom, ezt Szala is megírta, hogy mindig van egy pont az orromon, csak ti rendesek vagytok, és szóltok korán reggel, hogy azt lehet, hogy le kéne venni. Szóval itt tartunk, gyerekek, itt tartunk. Presszer Gáboltól, Kánya West, Kozsótól, Lady Gaga, és Kiszel Tündétől Madonna. De micsoda önbizalom Tünciben, nem? Hogy azért ez valahol ínyítlésre méltó, hogy ő ezt komolyan kiposztolta, hogy gyerekek, képzétek el, Madonna lop az oldalamról. És ezt nem smiley jellel. És mind a 12 követője felháborodott ezen? Tudod, mennyien vannak? Hányan? 10?
Azt hiszem, mióta bezárták az Oplit, megemelkedett a követőinek a száma. Tehát akkor volt egy akkora kiugrás volt, mint amikor a mága vásárolt 10 000 pakisztáni látogatót, tehát akkor így hirtelen egy olyan 400-al többen lettek, de egyébként nem tudom, hányan vannak a tünci oldalán. Na mindegy, hát ez történik itt a nagyvilágban, érted? Madonnák próbálnak kiszelektől nyúlni. Hát ilyen ez a világ. Oké, milyen játékunk van még hátra? Hát egy. Azt mondja, hogy egy. Kérlek, kiraktátok a képemet? Nem mondjátok, hogy kiraktátok a képemet. Jó, nem rossz. Nem egy Madonna, nem egy kiszel, de nem rossz azért. Igen. Jó ez. Ott a szív az orromon, és ott a fül egyébként. Tehát ez azonos filter. Hát az a maci hiányzik. Két margarita koktél után, egy hosszú turné után, Feri, meghívnál egy harmadikra. Az biztos is. Gyere csak ide, cica fiú. Egy hét távollét után ilyen kis fülecskékbe bekopognék, hogy megjött a szobaszerviz, azt mondanád, hogy jöjjek. Mondjuk az ajkad az inkább ilyen méhecske csípéses, mint puszis, de nem rossz. Jó, hát nyilván nincs benne annyi botox. Nincs benne annyi. Oké, melyik játékunk van még hátra? Hát kérlek szépen. Hát meglátogatjuk. Meglátogatjuk Mr. Forrestó sátrát? Meglátogatjuk még? Aki eljött hozzánk? Aki újra itt van velünk, újra emeli az ő személyével a rendezvényünknek a fényét. Ma reggel vajon kicsit cimatolva itt reggel 5:30-kor, amikor még senki nem volt itt, végig szaladt kutyapózban az agility pályán, hogy az elmúlt két napon változott-e valami, vagy csak szemmel lemeozta 6 órakor? Mindent egyébként, munkavédelmi szempontok alapján az akadályokat. Nézd meg azt a korszerű kékszínű napszemüveget Mr. Forrestó úrra. Hát lehet, hogy ezért nem volt két nap. Mert ezt kereste. Ezt kereste, Mr. Forrestó úr. Oda sodort a szél. Jó, gyerekek, így egyébként én megnyugodtam, hogy itt van. Tehát de az elmúlt két napban volt egy ilyen fura, bizsergető hiányérzet, így, hogy Mr. Forrestó itt van. A főnöknek ott kell lennie, én és ha a főnök ott van, akkor ott rend is van. Így van, a játék is akkor megy jól. Mi is vagyunk, akkor vagyunk igazán jók, ha Mr. Forrestó itt van. Jól van. Oké. Ábelnak beígértem a dalfelismerős játékot, gyerekek. Igen? Egy hét, hogy jött utánunk, szívott, aludt, aluljáróban, vonaton, jó, hajnali 2-kor kelt. A dalfelismerős játékot játszó. Legalább megkérdezzük, mennyit költött el erre az egy hétre. Ábel, kezdj el számolni. Tényleg őszintén kíváncsiak vagyunk, hogy nagyjából neked ez az egy hét, ez mibe fáj, hogy jöttél a vonat, a kaja, a szállás, minden. De egy dalfelismerő gyerek, akik péntekre azért szerintem megérdemel. Mondjuk nem? A frizuráját megfújta a szél megint. Jó, nézel ki, Ábel. Hopp! Jó? Egyet megérdemel. Persze. Timi fél tank ma. A jetbe. Timi. Fél tank. Ábel játszott Balázsiknál, ezért le kell szállnunk Monakóba egy picit. Na? Ó, így. Aha, figyelj, olyan hasonlóság van. Kiraktuk Madonnát, kiszelt és engem egy képre, igen. Oké, gyerekek, jövünk mindjárt 3 percen, pontosan 9 óra. Várjuk a nagyon friss közlekedési híreket, ha van. Jó, küldjetek el nekünk, hogy fontos. De egyébként nyugi van az utakon, minden rendben. Azt látjuk, hogy minden igen, okay. Tulajdonképpen igen. Mi jöhet, mi kérdezi egy hallgató? Ó, meg a kontrataxisok egyébként. volt balhé, emlékeztek? Volt balhé, igen. Zó, meg a kontrataxisok. Na, jövünk mindjárt a hírek után, 3 percen, pontosan 9 óra. Most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Hello mindenkinek, jó reggelt! Itt vagyunk, Jani, köszi szépen, amit a hallgatókért teszel Szegeden. Épp képet szerettem volna, az előttem lévő pedig még dedikáltatott a lánynak. Megkérdezte tőle, hogy kapott-e már valamit, erre visszajöttél, rengeteg ajándékkal. Zseni vagy, de hát hogy bírod? Zseni vagy, de hogy ez bírod? Ez a fiú, te. Igen, nagyon sok SMS, köszönjük szépen. Itt vagyunk még mindig ugye Szolnokon, és nem sokára Mr. Forrestó megfújja azt a bizonyos sípot. Hát ez, ahogy ő fújja a sípot, azt hallhattuk már az első két napot. Na, Ábel írt nekünk SMS, közben megjött, amikor azt hittétek, még sévők, itt vagyok, legyen békésebb az Alaegerszeg, még ha Honolulu-ra mentek, akkor is a nyomotokban leszek, írta nekünk Ábel. Nagy öröm ez. Már SMS-be hiányolták, hogy Ábel nélkül nincs műsor. Hol van, de Ábel itt van. Hello, Ábel, ciao. Hello, sziasztok. Hello. Még elaludtál, hogy mi volt, késtél? Beálltottam 3-ra az ébresztőt, és 3:30-kor ébredtem. 3-ra. Már 5:30-kor hol ébredtél? Otthon. Ja, otthon. És akkor? Ja, akkor egy későbbi busszal jöttél. Igen, úgyhogy egy csomó embert fellőttem a pályaudvaron, és akkor úgy értem ide, hogy elérjem a vonatot.
Máhol vettél föl egy csomó embert a pályázaton? Ellökött. Ja, értem, és akkor busszal mentél, aztán átszálltál vonatra. Persze, hát így az ötödik napra elfáradtál, Ábel, van ez így. Jó, hát persze, ennyi belefér. Szám... 1400 kilométer. 1400 kilométert mentél? Igen, és 33600 forint. És 33600 forint. Kértem, hogy számolja ki, hogy körülbelül mennyi szállással, vonatjegye, buszjegye, kajával, mindegy, 33? Igen, hát igen. Az gyerekek, azért az nem kevés. Itt Gábor mondta nekünk az első sobar reggel, hogy ennek ilyen 40-50-be van nagyjából a túra. Hát ez a MÁV... Kedvezményes jegyed van a MÁV-nál? 50%-os. Ez Gábor nehogy megtudja. Mest is diák. Igen, Gábor megtudja, ír egy felháborodott hangvételű levelet a MÁV-nak. Hogy mi ez, az, hogy, lehet? Hogy neki jár, nekem nem? Igen, hogy lehet ez, igen. Igen, megnézték, ugye... Nekem 90-es van. Hát jó, de hát az úgy igen. De te a levelező partnerük vagy, Ábel meg csak azért kapta a kedvezményt, hát látták az ezelőtti frizuráját. Igen, és mondták, hogy akkor oké. Okay. Na, Ábel, ha egy napig tartott, írja igen, valaki. Igen, elmúlt a szépsége. Jó, hát van majd egy kicsit azt rendbe kell tenni, igen, de jó lesz az. Oké. Mire megyek hétvég, vasárnap Jani az ebédre, addigra megcsináltatom. Pont ezt írja egy hallgatásra, okay. Mondjuk nem csoda, hogy Jani parázik tőle. Okay. Azért ebben okay. van valami, egy sorozatgyilkos, és jövök utánatok, bárhol mentek. Itt vagyok, János. Nézzen, Ábelnek az az egyetlen szerencséje van, hogy idén már minden gólya talált fészket. Igen. Mondjuk, ha lesz egy ember, aki a házad előtt gyújtja fel magát, hogy nem foglalkoztál vele eleget, és rituális öngyilkosságot követel, és neked kell majd slaggal elmondtad, hogy Ábel, ne csináld, nem éri meg az. Az a baj, hogy ő lesz az a házad előtt. Arra számíts el, Ábel, hogy rövid lesz a slagunk. Hát nem most fagyott el a víz, nézd már, ez a fiú így tégén meg nem tudom eloltani. Hát öntözési tilalom van. Igen. Na, Lackó írt még egy Viber üzenetet. Balázs, valami rettenetesen szexi vagy. Ennyi, hát jó. Na, most Lackó, itt tudok ezzel. Lackó, itt vagy még? Lackó, tedd föl, léci a kezedet. Hol van Lackó? Megvan, itt van, te vagy az? Itt vagyok. Te vagy a Lackó? Te vagy a Lackó? Nem, Marci vagyok, bocs. Megkabúzzál. Hallottuk, hogy Lackónak szólítottak a többiek, megkabúzzál. Hallom, jó vagyunk, de nem, Marci vagyok. Lackó, itt vagy valahol? Lackó, tedd fel a kezed, ja, bár ott vár bent a jacuzziban. Nagyon integet egy fiú, aki bemászott a mizó medencébe. Oké, gyerekek, na, elkészültünk akkor az agility pályákkal. Mr. Forrasztott egy mondatra, azért szólaltassuk meg ezzel. Mester, főnök, mester, itt a főnök, hát gyerekek. Vezérlőfejedelmük, hol volt eddig? Helyre. Nagy örömmel jöttem, én is dolgoztam, úgyhogy most újra itt vagyok köztetek. Nagyon hiányoztál. Megmondom őszintén, hogy Miss Forrasztó Lady is ügyes volt, de azt az elhivatottságot azt nem tudta adni. Nem. Most kettős erővel segítünk. Igen, ahogy te fújtad hétfőkedden a sípot, az nekünk rettenetesen hiányzott. De milyen szépen fölépítettük ezt a pályát. Ezt most bepotolhatjuk, így van. Na, de tudunk mi jó időben is játszani, látod? Mert az első két nap te láttad, hogy ott milyen időnk volt. Hoztam a nyarat. Hát az nagyon kellett, mert nagyon veszett volt az időjárás. Jól van, megvannak a játékosaink? Igen. Hol? Keres kutyajelmezes embereket. Ne hülyéskedj meg vagyok. Igen. Azt, itt van Patrik. Hello, sziasztok. Hello, Pat. Dia. Hello. Hello. Igen. Mióta? Fél éve. Nincs annál jobb, mint fél év után az ember látja a pasiát kutyajelmezbe rohangálni, itt szólok. Tehát az egy mérföldkő lesz. Most vagytok túl mindenen, Dia. Tehát most így kész. Még nem azért. Gyakoroltuk a jelmezest. Komolyan? Na. Tényleg? Igen, mondtad, hogy minél jobban sikerüljön. Eljátszottátok néhányszor a nappaliba? Lepróbáltátok? Vagy? Persze. Mondtátok, hogy pénteken be kell jutni. Pálya volt. Várja, volt otthon kutyajelmez, vagy egy pokrócot terítettél magadra? Béreltünk kutyajelmez. De most hűlsz, vagy tényleg? Hűlsz, nem? Azért mondom, de van, aki ezt komolyan megcsinálja, hogy felkészüljön a játékra. És otthon hogy ment egyébként? Jó? Ügyes? Nagyon jó. Na, megugattad? Csak tovább tartott, mint itt. Megugattad a kullancsot otthon is? Nagyon. Vagy a bolhát? Azt mindenképpen meg kell ugatni. Hogy ismerkedtetek meg? Kutyaiskolába. Tényleg? De jó. Mm-hmm. Milyen kutyusotok van otthon? Egy husky és egy bernie pász. Ja, huskyval együtt jöttetek reggel egyébként. És akkor ez a klasszik filmben ilyen 101 kiskutyás találkozó, mint hogy vagy hát majdnem. Pongó találkozott Perditával, vagy mi volt az? Vagy? Sokszor bőgtem azon a mesén. Az, de 20 évesen még egy csomószor elsírtam magam. És akkor őt rohangált, és láttad, hogy ki ez a... Vagy a kutyák szúrták ki egymást, ezt és aztán a gazdi? Ezt akartam mondani, nem mi egymás, hanem a kutyák. Ne csináld. Először ők szagolgattak, aztán ti. Valahogy így volt. Hogy éreztem, hogy erre rá kell kérdezni? És ott rögtön össze is jöttetek? Elsőre? Nem, rögtön pár napra rá. De a kutyusok már szimpatizáltak, ti először kellő távolságtartásból méregettétek egymást, majd miután a kutyák már összeverkodtak, elindult egy ilyen beszélgetés. Hát igen, a kutyáknak is jót akartunk, és hogy nekünk is jó lett. És Szuka és Kan, mármint a kutyák. Igen. Tényleg? Szuka és Kan? És?
ivartalanított. Jaj, de szomorú ez a történet. Akkor csak nálatok volt összeragadás. Egy szép keveréket összehozhattatok volna. Na jól van, oké, esünk neki akkor, jól csináljátok meg. Fontos ugye az összhang, kap föl akkor a kutyajelmez. Hát úgy. Patrik, elérkezett a te időd, gyere ide előrébb. Minden idők legbetegebb játéka, hogy felnőtt férfi a kutyába öltöztetve egy agility pályán rohangálnak kutyaként. Hát ebből biztos, hogy a japánok tévéműsort csinálnak egyébként. Biztos, hogy ők imádják az ilyen rettenetesen beteg műsorokat. És Herr Mr. Forrest úr lenne az arca egyébként a játéknak, akinek, most komolyan mondom, az előbb is láttam, de nem tudom megszokni a szemüvegét. A kékszínés. Nagyon-nagyon dögös. Ő egyébként annyira keményen nyomja, érted, hogy megfordította a fejkendőt. Azt mondta, hogy így nem szabad. Ő nem szórakozik. Hát ez nem, Mr. Forrest szóval nem szórakozik senki. Csak ide jössz, ezt csinálgat. Majd ő megmondja. Tegnap előtt a Hebrecs módon játszottuk ezt a játékot. De hát igen, ott ezért ott a lovak közé volt, illetve a kutyák közé volt jobb a póráz. Na, Patrik kicsit reményvesztett lett szegényképnek, hogy be van kötve a szeme. Ugye az agility pálya fel van építve, van ahol bújni kell, van ahol szlalomozni kell, van ahol a hol a bolha, gyerekek. Hola. Ott a bolha és ott igen, a kullancs. Igen, és itt van a plusz kullancs, amit meg kell ugatni. A plusz kullancs. Amit egyébként... Próbaugatás jön, nem tudom, hogy a Huskytól vagy a Bernáthegyitől tanulta-e Patrik, melyiket... Inkább volt egy 30 éve szimfóniát szívó tüdőgondozós hang, aki mondta, hogy várjon aranyom, várjon, mindjárt jön a gyógyszer, addig így jön egy kis víz. Apámnak volt ilyen hangja, amikor nem hoztam időbe be a kőbányát. Így próbált jelenni, hogy a kicsi jó, de jó. Na, indítsuk el az órát, menjünk Patrik akkor, jó? Patrik négykézlábra, és akkor jó, a barátnőtől. Nagyon keményen nyomja. Dia pedig nyugodtan is vár közben. A parancsnoki síp már ott van egyébként Herr Mr. Foresto úrnak a gyerekek, szájában, és vár a visszaszámlálása. És Lady Foresto fújja le. De nem van ez osztva. Hát egy igazi úr, nézd meg. Foresto úr indít, Lady Foresto lefújja, gyere, jól lefújja. A játék nem tudna hová fejlődni, ezt jó, hogy ma hagyjuk abba, mert ez a játék kinőtte magát. Most vagyunk a csúcson, ez már vált össze igazán. Herr Mr. Foresto mindent rendben talál. A játék kész, indulhatunk. Csak tanulhatunk tőle. Csak tanulhatunk. A legnagyobbak között. Jani, számolj vissza. Na, figyeljetek akkor. 3, 2, 1. Ez hiányzott, ez a fő. Nagyon jó. A Patrik tekeri, ez egy lapos kúszás. Őrült profi. Patrik lapos kúszásba megy. Így van. Megugatta a kullancsot. Ugrás. Két lábrán át kell ugorni három darab pályát. És jó is volt. Jó. És egyébként nagyon technikás volt. Nagyon szépen vette az egyik akadályt a másik után. Nagyon jó volt. És jó idő. Nem rettentette vissza a gumiból. Ez eddig a legjobb idő. Mennyi? Nem. Nem jó? Nem a legjobb idő? 13 volt a legjobb, ha jól emlékszem. Bocsánat, hát a közjegyző Mr. Forrest hát az összehát. Adatokkal, amikor itt van a számítógép, az Excel tábla maga. Az élő szórakozógép, nem szórakozunk. Jó, hát azért ez viszont egy nagyon szép idő, és a 100 000 forint az most inkább nektek áll, de meglátjuk akkor, hogy a másik versenyző hogy teljesít. Ó, hát a szomszéd Budapestről, hello, ti már reggel óta. Igen. És már reggel mondtad, hogy valaki nem mondta volna, reggel 6-kor beszéltünk, hogy te játszani szeretnél. Igen. És már akkor lestoppoltad a kutyás játékot. Nem most egyébként, úgyhogy még így adtunk esélyt másoknak is, de nem tolongtak. Nagyi, hazament már? Ne, elment a kórházba, de aztán már visszajött. Igen, gyorsan. Itt van. Egy inzulin. Gyorsan lecsöpögtettek neki egy infúzióhoz. Hát igen, amikor Ferit meglátta, akkor azért. Igen. Én láttam, hogy elsápott. Kardiológiára be kellett mennie. De kellemeset a hasznossal. De te addig kutyajelmezben itt nálunk, ő pedig a kardiológián. Na, ugye, összehoztátok azért ezt a programot nagyon. Ennyi, így kell nyomni. Jó, hát a Nagyi elmondta, hogy Feri a kedvence, hát ezt reggel óta nem tudta kiheverni, gyorsan visszarendelt és a kardiológia. Ott állt mellett a nagy ember, beszívta az arceszének az illatát, és rögtön elsápolt. A hordozható EKG az konkrétan lefagyott, ezért Nagyi bement gyorsan a kardiológiára, hogy kicsit rendbe tegyék. Na hát Ivettel fogsz játszani, ugye itt reggel ismerkedtetek meg, gyakorlás volt Ivett? Hát ő meg volt a gyakorlás Fanni részén. Járkáltál körbe? Hát egyszer körbe mentem. Négy kézláb? Igen. Nem mondtad komolyan? De így. Jézus. Tehát amit mi játszottunk más meg... nagyon kényelmetlen, nagyon kemény. Nekem ugye? Mondod, én tudom, egy hete néznek titeket. Bármit a kutya jelmez kényelmetlen? Nem adja. Hogy a párom az azért mindenkit üdvözöl a vasútról, jó? Direkt azért hallgatna titeket, mert úgy készültünk, hogy... Húha, Gábor most csapott a levegőbe. Van egy vasutas, el kell vele beszélgetnem. Egy vasutas van itt a közel. Na, Fandi, vedd föl a jelmezt akkor. És ne
felejtsétek el, ugye most Mr. Forrest úr elmondta az előbb, hogy 13 másodperc körül van az eddigi csúcsidő, és ez azt jelenti, hogy nektek van most valószínűleg az utolsó esélyetek arra, hogy ezt a bizonyos, a Bayer által felállított ilyen kis nagyon kellemes kis hétvégét a Bakonyban megnyerjétek. De ehhez fel kell múlni, vagy felül kell múlnatok ezt a 13 másodpercet. Igen. Nagyon gyorsnak kell lenni. És milyen volt, mikor lepróbáltad a pályát először? Fájdalmas, mondtam. De már mi fájt? Hát tehát ez mi ilyen? A térdem. Ja, a térdem. Hmm. A térdem. Ja, hogy nehogy hát, lementél rendesen négy kézzel. Igen. Hát... Na. Jó, oké, oké, oké. Ő szokott figyelni néha. Igen. Igen. Jó, valami ilyen információt kétszer kell hallani, hogy megértsem. Van ez így néha egyébként. Ezért inkább, ha teheted, akkor inkább sétáljál a térköveken, és ne térden kúszál. Igen, hát jobb lenne. Muszáj, így, hogy tényleg nem kell feltétlen letenni a térdet. Oké, okay. Na figyeljetek. Na. Hát akkor Fannikám, itt van a térdelő rajt. Édesem, csak mondjuk, hogy Fanni kicsit reményvesztette, letérdelt egy kutyajelmezben az első akadály elé. Már négy kézzel, de nagyon csóválja a fejét. Hogy vagy, Fanni? Baromi kényelmes. Átszellemültél? Jó. Átszellemültél? Igen, nagyon ezért lementem kutya. Szó szerint, igen. Nagyon kutya vagy már, Fanni? Nagyon. Nagyon kutya. Aztán mindeni, de mérges ez a kutya. Mérges kis kutyus. Nem válaszol neki a kutya itt? Nem válaszol, János? A kutya nem válaszol? Mert ugattak, csak mondom, nem válaszol? Szoktál válaszolni. Most csekkolom, felmérem. Jaj, csak körbe szaglátszom. Most nézegetem az új szukát a téren. Nem találkoztunk még, de ígéretesnek tűnik. Jó. Bevonyított ez a kutya. Egy kis keserűség volt benne, hogy még nincs meg. Igen, ez egy ilyen fogságba esett kutya akarom. Volt a kerítés mögül. Ez nem egy vadászó kutya volt. Ez kutya, akkor elugatja az elmenőket előtte a kerítés akkor mögött. Akkor ezt figyeld. Wow. Ez a maga biztos. Wow, Fanni. Úristen. Na menjünk, indulunk. Mehetünk, Fannikám? Oké, figyeljünk, ne viccelődjünk, mert komoly dologról van szó mégiscsak. Mr. Forrest úr, kérem, vegye kezébe az irányítást. Ez az utolsó füttye, Forrest úr, azt tudja, ugye? Így van. Indulhat a Forrest játék. Nagyon örülünk ennek, hát ezt nagyon vártunk. Na, 3, 2, 1. Ezt a... Ja, de szóljál neki, Ivet szegény! Ez az. Elszabadult. Igen, 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 igen. Nem igen, látja, igen, hogy merre megy. Elszakadt a póráz. Nem látja, hogy merre megy. Neki vezette. Jó, kullancs, kullancs, kullancs! Ugasd meg a kullancs. Kullancs! Senki nem látja. Egy... Fannikám, lépjél szívem, nem lerúgni kell. Igen, hát igen, vakazaló, meg bátor is egy kicsit. Igen. Úgy van. Hát Fanni, egyébként az ugrálós rész már jól csinálta, a négy kézzel hát, része. Hát Ivet nem vezette. Ebben valóban igazad van. Ivet nem teljesen értette meg a játékszabályt, hogy van egy vak kutyánk, meg van egy vezető. Hát, óriási ott Fanni, az összeset lefejelte gyereke. Igen, igen. Fanni megy a nagymama után agyrázkódással a kórházba egyébként. Remélem, hogy a barátaim is visszanézik. Figyelj, sírva fogják a körbe az interneten. A térdüket csapkodva fogják hétvégén körbe küldözgetni a videót. Nagyon jó. De mi volt a társaddal? Miért nem vezetted, vagy mi történt? Hát szerintem valahogy én elkeveredtem, mert ugye a lányok azok... Aha, már jó bonyolult ez a 3 négyzetméteres pálya, ezt megértem mondjuk, ez egy nehéz pálya. Egy labirintus. Úgyhogy... Hát ez most így alakult, bocsánat, Fanni, de te nagyon ügyesen végigmentél a pályán. Csak mondjuk a hallgatóknak, akik nem látták, hogy Fanni elindult ugye úgy, akit bíztattak, és 10 méter után magára maradt, és egy ilyen fejcsóváló, körbenéző vakkutya a téren össze-vissza bóklászott. A botorkát, és bontotta az akadályokat. Igen, nagyon fejjel. Jó. Szerettük. Mi már reggel éreztük, hogy ez egy jó játék. Viszont minden frusztráltságodat kiadtad a plüss kullancsnál, az teljesen egyértelmű. Ott a kutyából átmentél egy ilyen piranyába oltott barakudába. Mondjuk, igen, így volt. Mondjuk, ahogy meg abban minden dühöd benne volt. A szegény kislány, aki tartott a hátra esett. A kullancsot így a héten senki nem ugatta meg, ahogy megugatta. Tehát ennyi jobb, ha kijön. Ja, jöjjön ki, nem maradjon, persze. Hát a tisztesség kedvéért kérdezek egy időt, de azt hiszem, hogy ezt mindenki... Nem. 22. És egyébként nem rossz idő. Nem rossz. Nem rossz idő, gyerekek. Tehát a mezőnyben egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy ez a 22, ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó idő. Isten, nagyon jó idő. Okay. Így van, úgy, hogy egy kis Forrestós ajándékcsomagot kaptok ti is Forrestó úrtól. Szép volt. Hát Patrik megvan. Yeah! Na, gratulálok. Így lesz, így kell örülni. Örülünk. 100 000 forint készpénz. 100 000 forint készpénz. Mit csináltok vele? Nyaralás. Mint hát ezt is kérdeztük már, ugye? Igen. Jó, nem baj, mondom. Mindenki ezt mondja. Ja, mindenki ezt mondja. Hova mentek, hogy mi a terv? Még nem tudjuk. Kutyákkal? Ez ilyen kutyás nyaralás? Mindenképp. Hát mindenképpen ilyen kutyás embernek nem tudja letenni a kutyát egy hétre, nem? Vagy ha hát elmenné valami, ugye? Nem is bírja nélkülünk. Nem is bírja nagyon nélkül. Tehát ez egy jó nagy rabság azért. Már hogy nyilván egy pozitív értelemben, de hogy nem tud sehova elmenni, ahova nem lehet kutyát vinni. Nem? Hát igen, de most már szerencsére egyre több olyan hely van, ahova lehet vinni őket. Aha. És most hol vannak a kutyák? Fogalmam sincs. Kit érdekel, megvan a szállás. Kikötöttük őket valahol. Kiraktuk őket tegnap este, nem tudjuk. Jól van, gratulálunk akkor. Nagyon szépen köszönjük. 100 000 forintot érkezik ott egy
boríték az szerintem csak egy ilyen jelképes boríték, Mr. Forest úr már jelzi. Várj. Nem az a boríték. Mi kapunk borítékot? Mit kapkodsz? Na. Majd aha. Ő tudja. Mondja, Mr. Forest úr, mondja. Igen, gratulálok a mai nyerteseknek és az eddigi nyerteseknek, és van egy összesített nyertesünk is. A legjobb idő. Így van, és az ő ajándéka van a kezemben, ez a bizonyos Zirci Hotel, úgyhogy gratulálunk nekik is, ők szegediek 13 másodperccel nyertek. 13 másodperc alatt mentek ki? Komoly idő, rossz. Komoly idő. Komoly nem rossz. Én hol voltam? Ott bőr nem maradt a lábon. Lenéztél, és már benn voltak a célban, amikor felnéztél. Azért, 13 másodperc, ez nagyon szép. És egyébként egy kutyabarát hotelbe természetesen. Pontosan, így van. Hát gyerekek, komolyan mondom, minden stimmel. Jól van. Ennyi, Forrest úr, nagyon köszönjük az egész heti munkát. Kicsit haragszunk a tegnap előtér, hogy nem volt, de jó ember küldött. Szeretnénk meghálálni azt a támogatást, amit itt a kutyatérrel ugye adott. Az Opeltől elcsaklizott állólámpát, azt magának szánnánk, ha elfogadja. Na, nagyon kedves, köszönöm, látok így a sötétben. Hát nagyon fontos. Na jó van, jövünk még akkor egy dalfelismerő játékkal mindjárt a hírek után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a Rádió egy. Na gyere Ábel, gyere akkor egy utolsót. Végül neked ezt a dolgot. Hányat Bali még fölöltözik. Szóval megígértük, hol van? Hol vagy? Itt van. Na gyerekek, figyeljetek, az van, hogy ez a két fiú, Gábor és Ábel hétfő óta járják az országot velünk, áldatlan körülmények között minden egyes kitelepülésen ott voltak, áztak, fáztak, és arra gondoltuk, hogy ezt megháláljuk. Gábor azt mondta, hogy ő nem akar ebben részt venni, de segíteni segíthetsz. Csináljuk azt, hogy bárki, aki a dalfelismerőbe jó, az jöjjön ide, hogy segítsünk az Ábelnek, persze, hogy nagy legyen a lóvé. Visszajöjjön az egy hétuti költség. Jó? Ábel, itt kérdezik, hogy egyébként nem dolgozol, hogy van egy heted utazgatni? De alkalmi munkákat, ilyen hostess munkákat, munkákon dolgozok, aha, illetve szoktam menni forgatni. Azt tudom, hát abszolsz a közönségbe, azt tudom, hát többször találkoztunk. Jól van, János, a mikrofonod beallatszik. Nézd meg, mindenkit ugyanúgy szeretjük. János, a mikrofon a kezedben van, csak vigyázz, mert behallatszik, amit mondasz, csak mondom. Jó. Oké, na, elindítjuk a... Sok igen, gyerek, jó, ez a helyre már nem bírom, igen. Csak mondom, hogy ott a mikrofon a kezedben. Oké, Ábel, figyelj, de igazából hát állítsd meg, amikor gondolod. Én minél korábban megállítanám, aztán valaki csak bemondja a jó megoldást. Jó. Jó, tehát ez legyen egy ilyen játék, érted? Hát most maximum Andy kezéből kiesik a szivar, ha hallja, hogy ilyen könnyen osztjuk a pénzt, de hát mit tudunk ezzel csinálni? Ez most Andy már csak kezéből, kibírja. Meg Andy kezéből soha nem esik ki a szivar, mert mindig tartja neki Timi. Igen. Na figyelj, mehetünk akkor? Menjünk. Mutatjuk a dalt, jó? Figyelj. Stop! Ez az! Jó, ezt kell csinálni. Jó. Hát nem szabad sokat várni. Hát nem szabad sokat várni. Mi a dal? Pink Vadabasz. Milyen? Hogy megváltozott Pink a hangod, Ábel? Hogy megváltozott a hangod, Ábel? Hirtelen a stressztől hogy elvékonyodott? Hogy elvékonyodott? Ez Pink és a Vadabasz volt. 2 másodperc, 90 ezer forint. Na jó! Jó van, 90 ezer. Csak mondom, nettó ám ez a nettó. Érted? Ez zsebbe van, haver. 90 ezer. Abból egy tízes a Janié. Nem, az a baj, hogy ez nem jó, mert akkor azt hiszik, hogy ezért játszottunk veled. Nem, hát a János ezt nem fogadhatja el. Meg egyébként meg is érdemletsz valaki azért. Mindenki, egyébként én nem is támogattam, hogy te játsszál. Ráadásul Jani tökre furt. És az sem, hogy gyere egy hétig. Igen. Ábelkám, köszi a kitartó lelkesedésedet. És még egy pillanat, meg szeretném köszönni az egész stábnak, és különképpen nektek, hogy jöttem veletek, és a biztonsági örönynek is, mert de hogy nem vertek meg mi, vagy miért, nem olyanok ők. Zalaegerszegen nélkülük nem lett volna szállásom. Zalaegerszegen a biztonsági öröknek, mi ők intéztek neked szállást, hogy valakinél aladtál? Igen. Gyere Ábel, alhatsz ma velem, meglátjuk, mi sül ki a dologból, úgyis a hideg van itt a szobában Zalaegerszegen. Köszönöm szépen. Jól van, Ábel, nagyon tündérek voltak egész héten. De már nekünk egy kabala figuránk vagy, mert eltántoríthatatlanul ha akarjuk, hanem te jössz, úgyhogy akkor ősszel találkozunk, jó? Terveink szerint megyünk őszi roadshow-ra. Az őszi roadshow-n Ábeles kulcstartokat fogunk osztogatni. Most már nem teheted meg, hogy nem jössz. Ahogy egyébként Gábor is nagyon lelkesen jön velünk, meg néhány hallgató, róluk se feledkezünk meg, akik nem minden állomáson, de mondjuk 2-3 állomáson keresztül követnek bennünket. Tehát egészen megható. Most van olyan hallgató, itt nem tudom, hogy itt van-e még, aki Győrből jött el. Tényleg? Itt van, aki Győrből jött.
már elmentek. Győrből, ja, nem itt jelentkeznek, vannak. Győrből, hát nagyon szépen köszönjük. Vagy tudod, már csak jelentkeznek, hogy hát még tudnak valamit játszani, és ki az, aki Tenerife-ről utazott hozzá. Én vagyok. Oké, de mindenkinek köszönjük, persze nem akarunk senkit kiemelni, aki csak ma jött el, vagy aki jön velünk, nagyon drágák vagytok. Oké, na, legyen egy best of, nem? Lehet egy best of, de hogy egyébként nagyon beleférünk. Itt kicsit rövidre vágtuk ezt a best of-ot, de hogy ugyannyira nem értem, hogy miért. Na mindegy, nem, még csak 43 van. Oké, na a lényeg, hogy jönnek a nap legjobb pillanatai, és most össze vagyok zavarodva. Mindegy, jön a best of, ez a lényeg. Úgyis tudjátok, hogy miről beszélünk, mert nem tudom, most egy téma lett, vagy végül két téma lett. A lényeg, hogy beszéltünk ugye erről a szurikáta ügyről, tehát itt hergelés zajlott itt az elmúlt 3-4 napban, mi direkt kerültük a témát, de ma már úgy gondoltunk, hogy oké, beszéljünk róla néhány maradatot, és tegyük helyre. Kicsit más állásponton voltunk, de nem baj szerintem. Én is elmondtam a véleményét, Jani is elmondta a véleményét, te is. A hergelésbe viszont egyetértettünk. A hergelésbe viszont egyetértettünk, igen, és mindenki kicsit hangot adott a véleményének, hogy mit gondol a nagy szurikáta ügyről, ami ugye arról szól, hogy egy fiúnak átharapta a körmét, a fiú ledobta ezt a szurikátát, a szurikáta vemhes volt, elpusztult, és hát a nagy kamu állatvédők, ugye, mert hogy nem az igazi állatvédelemmel van bajunk, hanem az állatvédők, a facebookozók karosszékből, hát azok az ászlőkre tűzték ezt a szerencsétlen gyereket, és konkrétan a halálát akarták. Apuval együtt, hogy apád előtt ölnélek meg, hát ez volt a legenyhébb komment. Mi ezt igyekeztünk helyre tenni, hogy szerintem azért, vagy szerintünk ez nem teljesen jó, sőt, nagyon nem jó, és micsoda álszentség zajlik ezen a téren sok szempontból, amellett, hogy mi sem támogatjuk, sajnáljuk a szurikátát, de azért ez túlmutatott ezen a szurikáta ügyön, és nagyon sok minden másra rávilágított egyébként, hogy milyen szomorú a helyzet. Fejekben, mentalitásban, együttérzésben, gondoskodásban, gyereknevelésben, és hát hangnemben például. És mielőtt azt a három mondatot leírod, sétálj egyet elő. Igen, borzasztó. Persze általában ezek az emberek arc nélkül, igazi név nélkül úgy írják le ezeket a kommenteket, hogy gyakorlatilag nem vállalják érte a felelősséget. Óriási különbség van a közt, amikor az ember névvel és arccal vállalja a véleményét, ahogy mi is ebben az ügyben, meg más dolog az, amikor valaki fent trollkodik. Igen. De sokszor még ha névvel és arccal is vállalja, akkor is olyan szélsőséges és olyan kegyetlen, hogy nem hiszem, hogy ennek így kellene mennie. Na, erről beszéltünk, aztán Anna még mit vágott vele, az mindjárt kiderül, úgyhogy jönnek a nap legjobb pillanatai, aztán még jövünk vissza, úgyhogy senki nem menjen sehova. Esik. Igen? Most már mindegy. That's a beautiful morning. Balázsék a Rádió Egyen. Na, jaj, kitépte a szél a kezemből az ajtót. Igen, esőben és szélben kezdtünk hétfőn, és abban is zárunk. De miért esik egyébként? Az előbb csepergett. Igen, elkezdett cseperegni. Jó, hát most már mindegy, mit csinál. Tehát most már megvagyunk egyébként. Hol van János? A dedikál. A gyerek seregít az elsősorban, ellopta a Jánost. Adjátok vissza egyébként. Ti ennyi autogramkártyát szeretszetek még? Hú, Feri, délig itt leszünk. Én meg vagyok már, úgyhogy te jössz. Én tudok tiszkolni. Én kompletten. Tényleg? Én odaálltam, érted, mint a hősök, és végeztem a melóval. Ennyi gyerek, és milyen szomorúak lesztek majd, amikor mentek haza. Igen, Istenem. Hogy Balázs bácsitól nincs. Feri meg ez olyan, milyen rendes gyerek, de ez a Balázs ott sír majd egy buszi gyerek hazafelé, és mennek. Ne sír, talán eljönnek majd újra. Mindjárt jövök, jó srácok? Suliból vagytok itt? Miért nem vagytok iskolában? Tanárnéni hozta ki őket. Hát ez szép! Ugye? Ahelyett, hogy tanítaná őket! Mondjuk, ha erkölcstanóráról, akkor itt több jót hall a gyerek, mint az erkölcstanórán. Tehát azt mondjuk megértem, hogy erkölcstanóra helyett inkább ide hozzátok a gyereket. Nagyon helyes. Jól van. Jól tanultok? Miért nem vagytok iskolába? Ötös a matek? Hozzá? Ki vagy te az apám? Igen. Ne szólj be, köcsög, írj alá! Gyere le, inkább írd már alá, itt várunk rád fél órája, mert ki se dugtad az orrodat. Mit dumálsz? Jól van, srácok, jövök mindjárt. No, mit akartok lenni, a nagyok lesztek? Hm? Ez milyen hű? Micsoda? Focista. Focista? Na, jó keres. Most csaptak néhány a levegőbe, felcsúptam. Megvan az utánpótlás. Csak érdemes volt azt a sok stadiont megépíteni. Sok szép frizura. Igen. Sok drága autó. Na jó, a gyerekek, menjünk, mert már Roberta is megfagy. Nézzétek meg, már annyira fázik, szegény 8 óra óta ott már annyira maszok, hogy egy tüdőgyulladásra fekszik most egy hétig Roberta majd otthon. Van neki pasi, a melegítse az. Ja. Így múlik el. Látod, hétfőn még szerelmes volt, az most itt a vég. Ja, gyerekek, na jól van, elköszönünk tőletek, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, hogy ennyien itt voltatok. Véget ér az egy hét. János még egy rövid programajánlóval jön, nagyon rövid. Milyen szót használ? Rövid. Nem ismerem ezt a szót. Kérlek. Igen. 2018 évi szólnoki Palacsinta Fesztivál május 18-a és 20-a között, illetve természetesen lesz egy Legendák a levegőben rendezvény a szolnoki Szandai repülőtéren is, ez pedig június 8-ától és 9-ig, és ne feledkezzetek meg, hogy már 8. alkalommal kerül megrendezésre a Tiszavirág Fesztivál június 19. és 23. között Szolnok belvárosában. Nagyon köszönjük, János! Hát ahogy ez az szuper ember programot ajánl, úgy nem ajánl senki. Tiszavirág Fesztivál, Palacsinta Fesztivál. Azok kedvéért, akik most értek ide, 2018 év Szolnok Palacsinta Fesztivál. Drága Szolnokia, köszönjük szépen, ennyien itt voltatok, jó? Nagyon jól éreztük magunkat. Nagyon köszönjük azoknak, akik
támogatták ugye az egysetünket, az Opelnak, Forresto úréknak, és a Mizónak. Robertáig kiváló munkásságát köszönjük szépen, és jó, az egész csapatnak. Jössz ősszel, Roberta, ha lesz. Ha megyünk, hát ki tudja, ki tudja. És kedden már, gyerekek, háromnapos ünnep elé nézünk? Igen! Hát azért igen. Az nagyon jó, az nagyon jó. Örülünk neki. Örülünk neki, igen. Örülünk neki. Jó lesz, bár én egyébként mentem volna még egy kört. Hát nézd, három napod van, járt kör. Ja, tényleg, kiállsz a térre reggel. Apró pici kitelepüléseket olyan városokban, ahol nem tudtunk most eljutni, de majd ősszel majd igyekszünk azért olyan helyekre is menni, ahol nem voltunk. Így van. Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien voltatok. Megyünk, mert Atisnak jönnie kell, jó? Puszilunk mindenkit. Köszönjük szépen, kedden találkozunk már élőben a stúdióban. Szevasztok, köszönjük. Puszi. Balázs bácsinak most mennie kell, mert nagyon sürgős gyorshajtási ügybe kell. Teniszmeccse van egytől. Persze, azért értsétek meg, gyerekek. Jövök mindjárt, jövök. Jó, most már levezet. Egy óra is itt vagyok, aláírom. Jó? Szevasztok, puszi, köszönjük. Ciao, ciao. Ez a háta. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék. Csak a Rádió Egyen.